de rászállott a cinege, cinege. Es le róla, cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz félem? Sárga lábú, cinege, cinege, de es. Na csá, hello, sziasztok srácok, üdvözlöm a szombati napon, hello, mi fene van? Igen, a hátterem rohadt kuplerályos, leginkább ez a része, itt most át lett variálva pár dolog, már mint hogy nem nagy dolgokra kell gondolni, de itt kábelmenedzsment meg a tököm tudja. Amúgy meg a pulcsim, hogyha valaki azt is érdekelne, mert tudom, hogy is érted, szoktatok ilyeneket észrevenni, ez nem koszos, jó, ez kiszívta a nap, tehát ez olyan, és az a szemétben olyan, mintha ha poros lenne, de nem, ez kiszívta a nap sajnos. De attól függetlenül szeretem ezt a pulcsit. Hey, ez egy itthoni setup. Na srácok, hogy mi a szar van, ugye, mert látom, hogy itt megy a teljesen jogosan az értetlenkedés. Ez most nem a Csudapest, ez most a Nerdwise, tehát Patrikék szervere. Ez a kamera, ez hogy áll, haló? Ez itt meg van rándulva itt a hülyéje. Szóval ez a Patrikék szervere, a Nerdwise, beszélgettünk már régebb óta, már tavaly is Patrikkal, hogy van-e kedvem náluk játszani, nekem meg igazából van, hogy tegyünk egy picit, azért Ellen Jackson, tehát nem Csontos Samu, tudom, hogy Csontos Tobi a szerveren van, de ezt is megbeszéltük Patrikkal, átgondoltuk, tudom, hogy írtátok többen, hogy de jó lenne egy ilyen csontosék, tesók, összeállás, és hogy mennyire fantasztikus lenne. Én is adnám, Patrik is adná, de egész egyszerűen örülünk annak, hogyha saját magunk el tudunk jutni odáig. De tényleg, és most tudom, ez nem önsajátítás, de egyáltalán el tudunk jutni odáig, hogy egy RP tartalmat ki tudjunk tenni. Ezt csak így mondom. És akkor még mellette összeszervezni Patrikkal a dolgokat. Nem lenne egyszerű, nincs kizárva semmi, bőven lehet, hogy az lesz a jövőben, hogy találkozni fognak a karaktereink, így Ellen Jackson, meg ő most nem is a Tobit viszi, azt hiszem, hanem valaki mást, én nem tudom. És ugye nekem az RP-ben mindig ezek, de ezt is elmondtam már többször nektek, az RP-ben nekem mindig ez a legizgalmasabb része, amíg építed magad, amíg még csöves vagy, még szegény vagy, és akkor úgymond van célja az egésznek. Amikor már megvan az első autó, meg már a lakhatásod, meg minden, akkor igazából azon a ponton már úgy érzem, hogy nincs miért kvázi pénzt gyűjteni. Sok esetben. És ezt a részét szeretem a legjobban. Meglátjuk, hogy hogy lesz ez, mint lesz ez. Úgyhogy... ja, ez a lényeg. És ragadjon a bélyeg. Szóval, ja, a League House, srácok, leírásban ott lesz a link. Még annyit szeretnék mondani, hogy papiékkal semmiféle negatív hangnemben nem váltunk el. Alapvetően úgy is kezdtük az együttműködést kétszer is, hogy igazából, ha van kedvem, akkor csinálom, ha nincs, akkor nem annyira. Ennyi, tehát, hogy semmiféle ilyen hátbaszúrás nincs mögötte. Papival én mai napig jóba vagyok, nagyon ritkán, de beszélünk, tehát, hogy így ezt így le akartam tisztázni, jó? Hogy ne gondoljátok túl, nem erről van szó. Üdvözlök mindenkit a cseten, itt van, láttam Schoolhead is 2024-ben is, már mióta vagy amúgy admin ezen a csatornán? School. Már 5 éve minimum, ha nem 6. Uram atyám, srácok. Nagyon durva. Meg itt van Alexei is, köszi, TN Martin. Nagyon nagy kitartást, srácok, hogy a csetet itt majd menedzseljétek, mert látom, hogy lesznek azért problémák. Ja, League House-t mondtam? Bocsánat, lehet, hogy League House-t mondtam, Nerdwise, bocsánat. Ezt a Nerdwise még, ugye, mert a történelem az eléggé érdekes, mert ott aztán kiváltak, és akkor lett egy ilyen League House-szerű Nerdwise szerver. Na mindegy, és akkor végül a Nerdwise az külön vált, bocsánat, ez az én hülyeségem volt, teljesen aláírom. Úgyhogy srácok, én is tőletek azt kérem, hogy ezt a gameplayt is fogadjátok úgy, hogy most van, hogy most tök jó, hogy van. Én nagyon szeretném, én vagyok általában mindig, és viccen kívül mondom, én vagyok az a pali, aki amúgy nagyon szeretné ezt mindig vinni. De egyébként például a Csudapesten nekem az volt, hogy én
nem tudom, a közösség szintjén valahogy nem találtam meg magam ott. És itt nem arra gondolok, hogy nem nyalják a seggem, hogy mert én vagyok az Isti, nem történnek dolgok, hanem úgy egyszerűen, úgy volt egy videó is, ami egy órás videót felvettünk még a Bobival, ki se tettem nektek, mert annyira semmi volt az egész. Nem történt benne semmi az ég világon, úgyhogy azt így, nem tudom, nem találtam meg magam. Volt egy ilyen, hogy konkrétan ugye megvettük azt a lakókocsit, és akkor ott a szomszéd megjött, és elkezdtem volna vele egy dumálni, smúzolni, RP, valami ismertséget. Hát nyilván rohant össze-vissza, szart le, és ment a francba. Aztán meglátjuk, hogy akkor itt mit tudunk kezdeni. Nyilvánvalóan full munkanélküliek vagyunk, nyilvánvalóan így az segélyt kaptam. Nagyon jó, full alap dolgok vannak meg, nem kértem semmilyen extra bánásmódot, ahogy nem is szoktam kérni. Szerintem essünk is neki. Szóval AJ, srácok! Nagyon szeretnék rámenni, és minden egyes Ellen Jackson karakternél, vagy hát minden egyes szerveren, ahol Ellen Jackson voltam, mindig az volt az alapvetés, hogy legyek már egy kicsikét ilyen afroamerikai stílusú ember, vágjátok, hogy így nagyon megmondom, hogy így, hogyha beleállok konfliktusokba, és végül mindig az van, hogy csak Isti vagyok folyton. Szóval ezen is amúgy próbálnék dolgozni, de annyira ezek az ilyen mental dolgok nekem egyszerűen nem szoktak menni. Fent marad a live, srácok, így van. Úgyhogy tekintsük meg akkor. Hogyha a szerver tényleg érdekel, mondom, leírásban ott a link. Nézzétek meg, gyertek fel. Amúgy a térkép az most jelen pillanatban így néz ki. Annyi minden van, srácok, hogy káosz. Autónk sincsen, semmink sincsen az égvilágon. Annyi volt, hogy én feljöttem megnézni a szervert tegnapi napon, és akkor konkrétan elcsapott egy autó, és én bicikliztem nyilvánvalóan. És hát az úgy nézett ki, hogy így a kórházba bementem. És ott viszont egy nagyon jó RP volt belőle, mármint a kórházi dolgozó is nagyon jó volt. Na nézzük, dumáljunk már egy kicsit, vagy kicsikét így izdétek, és próbáljuk mindig többet smúzolni. Hey, what's up? Guten Morgen. Guten Morgen. Várjátok, jó izé van. Jó izé van itt nekünk. Mert szokott így szarakodni. Jó. Milyen munkát ajánlanál? Mit dolgozol? Jó ételfutármeló. Ételfutármeló? Így van. Na akkor rádugranom. Abba kezdtem én is. Aha. Milyen lóvé? Milyen lóvét ad az? Kanyaronként ugye 60 dollárt. 50-et. Kanyaronként? Szóval... Mennyi egy kanyar? Aha. Időben? Nagyjából. Két-három perc. Nem visz. 2-3 perc. 50 dollárt. Jó. Ja. Favágó. Favágó se rossz. Hát. Jó, megnézzük. Én már léptem. Én már. A rútba dolgozok, motorszerelőként. Oh, nice. Akkor mit keresel itt? Mert van új munkát nézek, van ebben, nincs semmi. Oké. Na minden jót. Neked is, csá, kösz a tippeket. Akkor azt mondta, hogy ételfutár. Ugye ennyi munka van jelen pillanatban. 50 dollár kanyaronként. Ez azért elég necces, megmondom őszintén. Meg a jogsit is, úristen, jogsit is kéne csinálni. Nem fogunk. Figyelj, Ellen Jackson vagyok, nem jogsival megy. Na, ennyi. Nem jogsival megy. Ételfutár, hát már azt is, hogy jogosítvány nélkül kezdjük el. Ha várjál, munkaró a felvétele, jármű, kikérés. 200 dollár kaució? Tiszteletem, uram. Tiszteletem. Útfenntartó, munkafejtő, munkai központ, változó, öltözőn. Jaj, taxi. Nézzük meg a taxit. Inkább sikeresen felvettek a munkahelyemre. Na nézzük meg a taxis, srácok. Hát azért mégiscsak. Na, szerintem amúgy az ilyen NPC-s taxis sztori lesz. Aztán meg szabad kérdeznem az úr, milyen munkát választ? Taxit, megnézem a taxist, hogy mi a tökön van ott, és te? Én az ételfutárt kipróbálom. Ételfutárt, jó van, jó. Hát vezetünk, a tesók vagyunk, érted? Tehát, hogy ebbe a városba bazzeg. Ja, persze. Persze, tesók, jó van. Rokkolni kell, rokkolni. Rokkolni, és ugye már, mi a tököm, dolgoztál már amúgy? Ételfutárként? Ételfutárt még nem. Falágó voltam eddig. Aha. Jó van. Kéne a lóvé nagyon durván, mert eléggé üresek a zsebek. Fuvar nem kell. Figyelj! Elvigyelek a taxis melóhoz. Hát figyelj, ingyen eldobsz? Persze. Akkor mindenképpen. Vagyunk. Ja, adom, akkor mindenképpen. Tesikém. Arra megyünk, jó? Így teltem. Ja, hogy Verdád is van, tes. Hú, de ki vagy tömve. Hogy van ez itt? Nem mi járatban er. Hát figyelj, próbálok, szerencsét próbálok, mert nem az első városom. Aztán majd alakul. Az a Verdád? Persze. Öcsécske.
Jézus Máriám, az izé vagy? Ételfutár? A fasz, jó megy. Azt a kurva, hát beszakad a dobhártyám. Na várjál, 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 meg kell néznem, hol a tökönbe is kell mennem, várjál, mert azt se tudom. Várjál, én taxis lettem. Gondolom oda, nem? Éden, nézd csak, bejelöltem a kis izéden. Okos kis képernyődön. Már megyünk is. Alright. Ezt te miket szoktál még nyomni? Dolgozgatsz? Most figyelj, legyél velem őszinte, most kajak ilyen kuli munkába vettél ilyen verdát, ezt nem eszem meg. Dehogy is. De. Akkor mi, mesélj, miből? Vannak ilyen kis. Add már pár tippet, mert kíváncsi lennék. Hát igazából, amilyen tippjeim vannak, én horgáztam nagyon sokáig. Aha. Ezt is így nem feltétlenül legálisan. Hogy lehet nem legálisan? Nem volt izé, horgásztó engedélyed? Ó, oké. És valaki azt nézi őszintén? Ritkán, de szokta. Ritkán, aha. Meg a... Hát most ezt lehetne mit kéne. A vadászat. Ez is nagyon lehet. Igen? Nyilván engedély nélkül. Kis pisztolya. Persze. És ilyen kis pisztolyt azt honnan szerzel? Hát, hogyha vannak az embernek kapcsolatai, akkor az még jobb. De egyébként szoktak lenni ilyen hirdetések, aztán. Aha! Rájuk lehet rabó. Nincs valami kontaktod ilyen emberhez? Ha lehetek ilyen indiszkrét? Sajnálatos módon nincsen. Aha, jó van, jó van. Kösz a tippeket. Aztán, ha gondolod, van valami ötleted, egy telefonszámot cserélni. Azt mindenképpen, bátya, azt mindenképpen. Figyelj, első ember vagy, akivel találkoztam ma a városban. Nyilván egyből egy tesóval, érted? Hát ez elképesztő jó. Szétadom. És akkor itt most. Aha! Azt a kurva ember! Erről van szó, basszod a neki, let's go! Nagyon jó, kösz szépen. Most tényleg már nem fizetek, amúgy adnék neked zsettát, érted, tesóm vagy, csak hát most elég szűkös tényleg a keret. Jó, figyelj, telefonszám, várjál, akkor... Nem, hogy kell. Nem fázol meg itt a pulcsiba? Hideg van, de... Figyelj, mondom én a számom, jó? Rendben. Alright. Jaj, le van fagyva a telefon. Na, szokott. Hát figyelj, hideg van, tudod, az aksik nem bírják, ez az iPhone aksik, meg nem tudom. Ja, meg Instára egy képet, azért csak durrantunk, tesó, nem? Persze. Na várjál. Van Insta. Hogy ne volna? Hát előbb volt Instán, mint jogsi, meg meló, érted? Hát ne csinálj, közösségi média viszi a világot, érted? Na figyelj, szólj, ha mondhatom. Mondja nyugodtan. Jó, 55-37. Igen. 0-2-103-as. Ja, és amúgy... 55-37-02-103. Így van, és rendben. Ellen Jackson vagyok, baby. Na, üdvözlöm. Hello. Na, ugyan már, ne magázódjunk, nehogy már. Én Enrique Ruiz vagyok. Enrique Ruiz? Na várj, ezt majd neked mindenképpen... Ruiz. Ezt majd akkor nekem légy szíves, vagy nem tudom, betűz, jó? És akkor megkeresem, mert én is gyorsan a telefonszámom. Úristen, hogy kell? Várjál, még föl kell fognom, hogy is van ez, várjál. Aha. Na szóval, hogy volt? Enrique Ruiz? Ruiz. Akkor ezt légy tényleg, betűzd már. Várj. Veszek ki egy cetlit és felírom. Jó, adlak, az lesz a legegyszerűbb. És ez hogy fogja? Ja, igen. Aha, átveszem a ja, jó. Enrique Ruiz. Micsoda? Te édesanyád spanyol vagy? Mexikói? Vagy hogy van ez a Ruiz? Kolumbiai. Azt a kurva ember. Mixed race. És kölyed a szám. Na, a számom, kérlek szépen. Már megint lefagyott a telefon, nyilván. Figyelj, kurva hideg van, tesó. 55-34. Igen. 55
429-es. Alright. Azt a figyelj tesó, bármi ötleted van, tényleg. Jó, adom, várjál, maradj így, pózoljunk egy Instára mindenképpen egy selfie, tehát muszáj a contentet, tehát a tartalmat gyártani kell, faszi. Ezt figyeljétek, srácok, befostam ezen, bazd meg. Nulla kedvelés, a zéro az egész, de... Hoppá. Aha. Ajajajaj, kösz, jó, hogy ide forrulsz, fasza. Bam, bam, bam! Fel is durrant. Várjál, mindjárt nyomok rá valami, ezért effektet, tesó. Megjelölni nem vág... Fönn vagy... Van Instát, faszi? Van. Nem is tudom, hogy meg tudlak-e jelölni. Én se. Figyelj! Nagyon-nagyon régen használtam. Azt a kurva. Jó, figyelj, hát... Én... Nem kell megjelölni. Figyelj, ja, durran. Bam. Ja, kövess be. Na. Ellen Jackson, várj. Baby. Kötőjel, alsó vonás, valami. Semmi. Allen, két L, ugye, ahogy azt írják. Ellen Jackson, baby. Egybe az egész. Az égvilágon senki nem követ. Na jó, egy ember, bocsánat. De majd ez be fog durrani. Most már kettő. Wow. Let's go. Várjál, én most erre nem kaptam semmiféle értesítést, hogy te bekövettél. Annak úgy kell lennie. Aha. Jó, kezdjük csak újra. Ja. Valami, mint hogyha jött volna. Amúgy, várjál, szerintem sokkal könnyebb, nem tudom, a telefonszámot. Ezt ugye elmentetted, nem? Yeah. Na, csak mert tök jó, mert elvileg át is tudtuk volna ugye küldeni, mivel iPhone-unk van, de mindegy. Jó, és hát figyelj, bementem a boltba, megvettem a legolcsóbb gagyi izé, törött kijelzős használt szart, aztán nem értek ehhez, bazeg. Csak az Insta is kész. És te hogy vagy fönt? Hogy vagy fönt Insta? Mi van a követőimet, nem tudom megnézni. Kérlek szépen. Hát rád durranok már, faszi. Ugyebár, Enrique Ruiz, nekem egy alsó vonás van a nevem között. És a végén 426. Hú, na várjál, tehát Enrique, ugye Enrique, Revis. Ruiz. Ja. Jó, igen, és alsó vonás utána? Enrique, alsó vonás, Ruiz, 426. Nyilvánvalóan gotcha. Nulla követő. Nem baj, itt van egy durrant is. There you go. Na jó, és hogy szereted, ha becéznek? Enrique? Enri? Ruiz is teljesen Ruiz. Megteszi. Jó, kinek jó. Hogy kényelmes. Jó van, Ruiz, ezer hála, tényleg leköteleztél egy tesót. Izé, vigyázz magadra, faszikám. Te is nagyon vigyázz magadra, mert sok a rossz fiú. Ja, sejtem. Ha van valami ötleted, hogy mit durrancsunk, vagy valami, akkor dobj egy telefont. Easy. Jól van. Na cső! Na sok szerencsét. Kösz, csá! Na Enrique Luis. Ruiz, bazen, miért Luis-t akarok mondani? Srácok, így akad a stream. Akad a stream? A preview ablakomban nagyon akad a stream. Mondjátok már meg, hogy akad-e. Nem kéne, hogy akadjon, nem látok hibát. Ha mondjuk nem írjátok, hogy akad, akkor már valószínűleg már mindenki ki lenne akadva. Akadt a stream? Nem akad. Jó, akkor nem tudom, a preview ablakban olyan így volt. Jó, fasza. Öltöző. Taxisruha. Dir. Ilyen Han Solo-s a flash egy kicsit. Kiírt és mit. Jó, köszi srácok, köszi. Írjátok, ha valami van, mert...
Na, és akkor most mi a... Ha, ho, 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 ho. Na cső! Kolléga! Mi az tőletem? Tiesség? Na, ó! Valami keleti blokk? Keleti blokkból? Egy picit sértő, de na, persze. Hát nem sértő, hát hallom, Mother hallom Russia. Tesó, hát ne bohockodjál már, keleti. Mother Russia, Mother Russia. Figyelj már, te régóta melózol itt első napon? Nem igazándiból, az a helyzet, hogy droppoltam izéből, rendőrségből, és ingom nincs, mit csinálják. Ah, oké. Gondoltam, ezt gyetszik, szeretek vezetni. Aha. Mondom, megpróbálom már. Jó, jó, hát akkor izé. Ellenségek leszünk igazából. Fingom nincs, jelenség, úgyom már kérlek. Figyelj, ide kell valószínűleg a Verdát ide kell majd rakni, azt majd a személyzet elpakolja. Jejeje. De hogy a... Na várjál. Igen, a ruháig én is eljutottam. Aha, nézd csak! Figyelj, viszem ezt, viszem ezt. Na, sok sikert, sok sikert. Aha. És akkor ez... Hogyan is működik? Hogyan is működik ez? Jó, kollega! Kutya szavazott ki a telefonban. Ja, te vagy az! Ja, jó van, ja, keleti blokk. East, east. Jó, jó, figyelj már, a, te a taxi órát azt megtaláltad? Vagy, vagy vágod, hogy kell kezelni? Várjál csak, mert nyet, a régen nyet. Aha, aha, jó. Jajjaj, vazd meg. Régen itt volt én betű, de most nem kifejezett. Ah, el lebetű, mint Luvnya. Jó, jó, Luvnya. Ja, oké, okay, jó da, van, da, jó azon van. Azon belül, hogy meg mint, azt már ne is kérdezz, mert fingom nincs. Ja, jó, 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 easy, easy. Kösz, kösz, kösz. Nincs. Szétadom, vazd meg. Luvnya, azt mondja Luvnya. Hoppá, Luvnya! Na várjál, az addig oké, okay, csak hogy használom? Hoppá, az nem az. Ja, itt van. Elbenegítás, num plusz indítás, szüneteltetés. Num plusz indul. És... Plusszal szünet. Azt a kurva. Minusszal nulla. Ja, hogy alapból $2-ral... Az mi a bánat amúgy? Van, aki engem hívogat. Ez mi? Azt a kurva, mik ezek? Szolgáltatások. Drift Kings. Zárva. Ú, de jó, egyből látni, hogy nyitva, zárva. Tracking. Well, bro. Hívások azon keresztül, ja, hogy ide jönnek a hívások. Igen. Na. Ez jó pofa lesz majd amúgy. Meg ez. K3. Ide jönnek? A szolgáltatásokba jönnek. Elhalásztak előlem az összes izét. De amúgy ez most... De akkor viszont ez nem NPC-s. Amúgy a sztori. Ez full legit, full real. Hívás érkezett, hoppá! De... Taxi? Értek, hogy mi a gondom? Üzenetek vá... Itt van! Tiszteltem, 89. kastik. Megyek! Hello? Jó, várjál már. Azon hogy beszélek telefonon? Jó napot! Hall engem? Jó napot, hall? Hall, tökéletesen. Jó napot, láttam a taxit kért. Hova menjek? A 832-es körzetnél a régi lefoglalt garázs előtt várok. 832-es régi lefoglalt, jó, megpróbálok oda találni. Köszönöm. Vissza. Tudom, vissza. 832-es lefoglalt. Gondolom itt ez a 832? Így keressem? 8-3... Valaki már úgyis megy érte szerintem, úgy le fogom szopni, mint az állat. Régi lefoglalt garázsnál. Kösz! Hova? Ver? A 832-es, de várjál, mit írta izébe? A 832-es körzethez szeretnék egy taxit kérni, amiben van, hogy a légi lefoglalt garázs előtt várok. Ez nagyon jó. Na jó. Pont oda! Azaz!
Na jó, fiam, valaki már úgyis felvette, biztos vagyok benne. Annyian indultunk most útnak, mindenki taxizik. Basszus, itt viszont amúgy... Ezt adom. Tudom, hogy nem Samu vagyok, de ezt adom. Egyébként, mert basszus, ez azért még mindig nagyon jó. Ez még mindig nagyon jó, ez volt a legjobb dolog, mint valaha. Az RP-ben. Úgyis lesz ott valaki. Sziasztok srácok, egyébként üdv mindenkit. Nagyon köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Hoppáré. Bemért egy trafipa... Kitűnő, még jó, hogy lefékeztem, ugye? Nem látszik a térkép a kemtől, ez szándékosan van így. Igazából. Tehát, hogy ha nagyon zavart titeket, akkor szóljatok. Én látom a térképet, de ha nagyon zavart titeket, akkor csinálok vele valamit, de szándékosan van így, hogy még így is egy picikét így... Nem tudom. Na, ide! Régi lefoglalt, hopp! Gondolom ez volt a régi lefoglalt, nem? Nem tudom, mit várok, hogy majd kijön a... Tuti már valaki más felvette egyébként. Szinte 100%-ra mondom. Igen, itt azért résen kell lenni. Ja, rá tudok nyomni, hogy hova kéri, bazd meg. Jó. Jó napot! Itt van még a 832-esnél? Nem, mert egy másik... Másik! Kocsmány. Jó! Semmi baj! Szép napot! Vissza! Nem gond! Vissza! Jó! Ja, le kéne tenni, mi? Várjál már, most egy hívás vagyok. Jézusom, a telefon még amúgy nagyon nem ért, nagyon nem szoktam még meg. De miért megy a... Tehát, a szabad. Jó. Hát, Ja igen, itt ez lett volna a gomb, ugye? Ez lett volna a gomb rá. Jönne értem egy taxi, szép napot. Hát jó, figyelj. Akkor jön a régi módi módszer, hogy megpróbálunk olyan helyen lenni, ahol esetleg... Mi? Kórház. Kórház, srácok. Kórház és kórház. Kórháznál fogunk csövezni. Aztán meglátjuk, hogy mennyi ember veszi igénybe. Lehet, hogy senki. Ott a kórház. Let's go there. De meg amúgy nem kell felhívni. Tehát, hogy értem, hogy pörögni. Nem, semmi baj, figyelj, nem vagyok ideges. Tehát tök megértem, hogy nem... Én lassú voltam. Sejtettem, előre mondtam, hogy valószínűleg ez lesz, hogy nem lesz már ott az emberünk, mert valaki más elviszi. Legközelebb már tudom, hogy föl se kell hívni. Egész egyszerűen csak rá kell nyomni, oda menni és megérkezni. Kész, ennyi. 1000 néző fölött vagyunk. Azt a rohadt, tényleg. Köszi szépen, srácok. Megint egy trafipax, jó van. Amúgy nem nagyon érdekel minket. Nem nagyon akarunk mi azért ilyen Samuféle nagyon törvénytisztelőek lenni. De mennyivel kéne mennem amúgy? 50-nel? Atyaisten. Fáj. Hoppa, egy motoros van mögöttem. Figyelj, én parasztba ide így. Aha! Nem ül benne senki amúgy. Figyelj, én ide állok így. Így elállom a helyet, nem érdekel semmi. Kész. Kis chill. Meglátjuk. Jó lenne, hogyha... Na, várjál csak. Tiszteletem, segíthetek? Jó napot. Nem kell. Köszönöm. Rendben. Köszi. Figyelj, jönnek ide emberek, hoznak ide be embereket. Veresed neki, főnök fizeti. Ja. De másnak is ez volt az ötlete amúgy, hogy ott kempel a taxi autójával. Vágod? Jó, rengeteg taxis van amúgy, ez egy telített piac, ezt már most látom. Straight up telített piac, baby.
That's what's up. Teknős eladó. Mi az, mire jó a teknős? Mennyit ér a kénsav kanál fecskendő? Tiszteltem. Keresek eladó, mit tudom én mit. Na figyelj, most leszünk jó tirpákok. Elállom a mentősöknek az utat, figyelj, majd mindjárt bífelnek, majd... Aha, figyelj csak. Mentőautó. Szép napot. Jó napot. Parancsol? Szép napot. Tiszteltem. Jó napot. Nem, köszönöm. Jó, megkérhetem, hogy a parkolót használja, mert ez itt a mentőautóknak van. Hát mennyit fizetne érte, hogy a parkolót használjam? Ezért nem kell fizetni. Hát magának. Nekem. Jó. Érti? Hát semmit. Tehát egy 50 dollárért odaállok, na. Jó, van felül, nem maradhat itt. Ja, na, köszönöm. Uram, mennyit keres a taxi? Igen? Őszintén fogalmam sincs, még egy forrom se volt. 5-10 perce kezdtem. Aha. Ha beszáll és elvihetem valahova, akkor kiterül. Megmondom önnek, hogy mennyit fog fizetni nekem. Na nézzük meg akkor. Na nézzük meg, pattanjon be! Na! Boldog új évet! Hova megyünk, uram? Megyünk egy faágó telep. Na, egy pillanat, akkor ezt én bejelölöm. Húha, szolabánatban van, várjál már. Segítettem megköszönném. GPS-t beállítani, mert lehet, hogy nem látja maga. Ja, hogy a izé, ott az öltöző rész, azt ami fönt az aha. Erdőbe. Jó. Nem. Akkor megyünk, uram. Aztán mi a pálya? Favágó? Igen. Most tegeződjünk már, hallod, nem akarok én izé... magázódni, okay, elnézést kérek. Okay. Jó. Favágó, régóta vagy a városban? Hú, hát egy 2 hónapja. Igen. Aha. És azóta favágó vagy csak és kizárólag? Igen, hát jó keres egyébként. Megtaláltad magad benne, az a lényeg akkor. Hát igen. És az mit jelent, hogy jól keres? Hát egy kör ilyen 20 perc, és ilyen 200 dollár igazából. Az tényleg nem rossz. Az nem rossz, ja. Figyelj, az teljesen baráti. Ja. Sverdád van már? Ilyesmi? Én csak arra gyűjtök, vágott. Legyen valami alap kis autócskám. Én is arra gyűjtök egyébként. Aha. Várjál, ide be jobbra vagy balra? Aha, vagy? Ide be jobbra, igen. Ide be jobbra, aha. Jó. Na figyelj, megérkeztünk, de látod te is. Aha. 12.70 volt. 12 dollár az kész. De, még basszakszok itt az órával, bocs. És... hogy utalom, az jó? Figyelj, nekem teljesen jó. A számla számom, kérlek szépen, az 233. Oké, és? Easy. Na, ennyi, srácok, rá kell dumálni az embereket, rá kell dumálni, add el nekem ezt a tollat. Jordan Belfort. Jordan Belfort mindset. Nagyon köszönöm. A biztos ennyit? Hát fél kicsit sokat küldtél, faszi. Nem, borval úram. És mi ez a bemutat? Miért mutatsz be, tesó? Baj van? Problémád van, tesó? Jaj, csak vannak ilyen problémák. Jaj. Hát figyelj, tesó, figyelj azért óvatosan. Én környékemen ezért már levágták volna. Na, köszi szépen. Gyarom, köszönöm, szép uram, napot, szép jó favágás, csá. Ciao. Hívás! Gyerünk, nekem kell először odaérnem, gyerünk, egy-kettő, igen. Gyerünk, azaz, hopp, megyek, 5 kilométer, gyerünk. Megy! Erre van szó, apa fej! Jó! Hú! Na, ennyi, rádumáltuk! 12 dolcsi! Mit mondott a srác amúgy, hogy az ételfutárért lett volna valami 10 dollár? Vagy valami ilyesmit mondott? Vagy 20, 30, 40, 50? Valami ilyesmit... De ez fanabb! Még mindig azt mondom, srácok, hogy ez fanabb. Várj, ezt föl kéne hívni, ezt a csávót. Ha bárki más menne be, ülne be a kocsiját. Aha, csak én nem tudom használni a telefon. De tudom használni, várjál. Ez az multitasking, na ezt ne csináljátok utánam, jó? Fél, nem érdekel minket a trafi sem. Azt mondja, hogy várjál, hol volt? Ez itt volt. Hopp. $50 per kanyar, ja. Vedd már fel!
Hello? Hello, a vidékre te kértél taxit, ugye? Nyílt vidék, ez külváros. Da, én kértem taxit. Da, jó, figyelj, 25-86 a rendszámon végre, bármelyik másik taxis megy, ne szállj be, csak hozzám, jó? Oké, de mennyi idő még ide ér, mert bizniszben vagyok sírva. Figyelj! 2 perc! Már nagyon közel vagyok, jövök. Két a város, passzíva. Jó, köszi szépen, hello! Mi ez a sok ruszki? Amúgy, hallod, miért lassít néha a kocsi? Néha így elmegy a gáz. Látok, 1163 ember van a streamben! Uram, atyám, megőrlök. Amúgy igen, olyan, mint a taxis kollega. Sok a ruszki. Vágod? De... de ez valami nagyon bizniszben van ez a csávó. Ettől kérdezgetni fogunk, figyelj. Meg aztán benyalunk neki valami... Az ott ő. Hello, keleti blokk? Keleti blokk, pattanjon be, pattanj be. Nem tudom én, uram. Jaj, nem, akkor nem, várj, akkor nem te vagy, nem te vagy. Hát, mindjárt jön majd egy másik, bocs, csak hogy van egy keleti blokkos úr. Bocsi, csöcső. Jó. Vagy várjál, tudod mi, szállj be te is, várjál, gyere. A faszom. Kötököm hív. Majd fölvesszük, hülye vagyok, befért volna ő is, kajak vagy, de hülye vagyok. Jajjaj, jó napot, félreállok. Ez miért? Jó. Keleti blokkos. Azt hittem, hogy itt féljába várok, mert felveszik másik ember, kicsit kezdtem mérges. Hát, mert nem tudom, hogy, ugye nem tudom, hogy néz ki, uram. Merre megyünk? A Motiva Truckingban kérem, legyen olyan kedves, figyelet. Be tudna jelölni, hogyha megkérhetem? Biztos tudja, egy sejből mász, hol van. Nekem ez a második fuvarom, bocsánat, elnézést már. Természetesen. Gondolom a városban van, úgyhogy akkor irány az jó. Jelölöm maga. Köszönöm. Maga is Oroszország felől? Kelet-Európa, Ázsia, ilyesmi? Da, Oroszországból. Oroszország. Nem olyan régen, da. Ez urat elvihetjük még? Nyet. Nem szeretek osztozkodni, da. Jó, értem, semmi gond. Szóval Oroszországból képzelj el, az egyik kollégám is valami szintén ott a Kelet-Európa körülről. Nem tudom, tehát a keleti blokkból származik. Remélem nem Ukrajna, nem szeretem. Hát ezt most meg nem is emlékszem, hát orosz volt ő is, ha minden igaz. Most ezt hirtelen nem tudom. Nem emlékszem. Nem nagyon ismer sok orosz. Én konkrétan jöttem Oroszország businessman, tudja, Motiva Truckingnak igazából van ott kis intézni valam. Én vagyok tulajdonos, érted? Maga a tulajdonos? Azt a mindenit. Nem tud valami melót? Akkor egy ilyen magamfajta kis szarházinak? Ja, hogy nem, bármikor bejön hozzánk, igazából van lehetőség. Mi azzal foglalkozunk, hogy ezek autók, amik lefoglalnak, látja, hogy a utcán szanaszét dobál, vagy fogja, ott egy rendőr, lefoglalja, nekünk szól, hogy lefoglalást rendezzük, érti? Aha! Na jó van, akkor majd nem tudom, valahogy majd jelentkezek, lehetsz majd a jövőben. Nyugodtan, nem én intézem humán erőforrást, hanem kollégina intézi humán erőforrást. Nyugodtan jöjjön, hivatkozzon arra, hogy Igor! Ajánlottam magának munkat, da? Igor, da! Igor! Spasziva, Igor! Nagyon jól beszélom, szia! Jaj, Istenem! És maga honnan érkez? Fú, hát őszintén, már nekem is ködös. Eredetileg igazából idevalósi vagyok, de már voltam több városba, próbáltam már 6000 dolgot, voltam én már minden kukás, minden szar. Úgyhogy, voltam én már, ha elmesélném, ketté állna a füle. Maga is igazából amerikai állam, gondolom érkezett Afrikából egy bőrszín alapján. Nem tudom, bocsánat, ha úgy nézek ki, mint aki rasszista, nem vagyok rasszista, csak ugye még friss vagyok ebben ország. Ja. Gondolom érkezett ön is másik ország, másik kontinens, és amerikai álmot akarja élni, da? Hát igen, de ez tényleg ez a rasszi dolgot, ezt engedjük el, nem szeretem. Őszintén, valószínűleg a szüleim. Valószínűleg jöttek, úgyhogy egy picit még megy az óra, jó? Egy olyan 26-ig, még emiatt a megjegyzés miatt. Nyugodtan megkaptam, nem akartam megbántani, csak tudja, érti, tehát nekem Oroszországban teljesen máshogy működnek dolgok, da? Ja, persze, sejtem, fogalmam sincs. Yeah, jó. Nem volt még Oroszország? Dehogy, hát hogyan, mit kerestem volna? Nézzem már rá, mert szóval maga szerint, mert hány napot bírnám ott?
Nem tudom, ilyen vékony ruházatban nem túl sokáig. Hát ez az, ez az. Ez a, ez a hó is kikészít engem, amit Los Angeles... bocsánat, Los Santosban van. A fogalmam sincs, úgyhogy... ott én valószínűleg... Összeg, mondja nekem, legyen kedves. 26-os dollárt kérnék. Legközelebb, hogyha hív engem, akkor vendégem egy vodkára, mit szól? Pillanat, kiszámolom pénzt, ha? Spasiva. Ó, biztos ennyi, ez kicsit sok, nem? Da, köszönöm, megvan. Köszönöm, spasiva, megvan, ó, bőven megvan, köszönöm, spasiva. Viszlát. Spasiva. Nem tudom, a viszlát hogy van, a daszvidánya, bazd meg. Nem jutott eszembe a daszvidánya. Oh my goodness. Good lord. Na, srácok, egész jó, jók vagyunk. Fia, ahhoz képest, hogy jogsim sincs, egész jók vagyunk. Viszont... Még szerintem sályok vagyunk autóhoz. Várjál, azért egy... Azt a kurva. Egy pillanat. Just a motherfucking second. Hop. Egy taxit kérdék, elmentek mellettem előbb. Az a csávó lesz kint, mi? Hustlin! Hustlin van, hallod? Vérkemény hustlin van. Tisztelet. Na szevasz, öcsipók! Figyelj csak, jön a taxi. Te voltál, aki kint volt az autópályán? Ja, nyugatin. Nyugatin. Igen, mert ugye egy másik emberhez mentem, azt kérdeztem is az orosz csókát, hogy amúgy felvehetünk, azt mondta, hogy nyet. Úgyhogy nem tudtam megállni, ne haragudj, jövök ki érted, jó? Jó, kösz. Jövök ki érted, türelem, figyelj, kettő perc, jó, cső. Csipók. Jó, Istenem. Lehet, hogy vannak ilyen lekorlátozott zónák amúgy. Vagy nem tudom, ahol így agától lassul a cucc. Fogalmam nincs. Gyerünk, ez is jó pénz, mert kim van a francba. Tank még van? Azt a kurva, várjál! Úgy. Távozz sátán. Jóó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  itt van. Húha. Na csá. Bocsi, ott hagytak. Nem baj. Be tudod jelölni, légy itt a kis GPS-emmel. Aha. Az a legtisztább, meg hogyha oda megy. Várjál, bankot is látogassunk már, meg légy szíves. Bankot is, jó. Nulláztam az órát, indulunk. Tényleg ne haragudj, már megszakadt a szívem, meg amúgy tényleg befértél volna, csak tényleg valami ilyen komoly üzletembert vittem, orosz üzletembert, aztán nem, kikérte magának. Üzletember? Hova ment ez? Hú, figyelj, lehet, hogy nem álmodomba kiadni ezeket az infókat. Üzleti szabályzat. Őt is így nem vetted fel, ahonnan... Ott följebb, ott pont azért is volt fura, mert ugye én követtem a applikáció adatait, kimentem, aztán te voltál ott el, de följebb állt még ott. Mit tudom én, egy 80 méterre tőled kb. Jó, nem gáz. Ja, úgyhogy szarul jött ki. Na, meg is jöttünk, várjál, ki is tudod nyitni az ajtót. Kösz. Mindjá jövök. Alright. Fia, taxi óra, nem áll meg! Cash money! Jaj. Hoppá, jó, hogy ott a bank, mindegy, mehettem volna messzebb is. Azt amúgy jól megy a meló? Persze, hogyne. Na. Nem panaszkodom, meg jó az a meló, tetszik. Oké. Okay. Kollega is nagyon komoly hustlingba van. Persze. Milyen kezdőautót javasolsz? Kezdőautót? Aha. Hát picit drágább, viszont jobban megy, 2000 dollár, azt hiszem. Mi az? Ford LTD. Ford LTD, aha. Az olyan, mint a Crown Vic, nem? Csak egy más picit. Azt hiszem, nézegettem. Aha. Mennyibe van az szerinted most így hirtelen? 2000 dollár, 2300. Ó, nagyon jó. Az nekem teljesen jó lesz.
Jó, kösz a tippet. Ajánlanám neked pénzszerzéshez vadászatot. Igen, azt mondta már más is. Hát figyelj, most én itt nem tudom mi van, de 2 kanyar alatt $1000 szereztem, szóval... Na. Annyira nem panaszkodom, nem tudom, hogy a vadászat tudja ezt. Igen. Tudja. Tudja? Viszont vannak itt komoly fegyverek egyébként. Árusok, akik árulnak fegyvereket. Ja, hát ugye csak én még nem ismerek senkit a városba, tehát úgy kicsit nehéz, tudod. Szoktak úgyhogy... hirdetni amúgy 1000-re. Ja, mondta itt az egyik kuncsaftom is ma, hogy úgy érdemes nyomni, hogy ő is azt csinálja. Hát mondom, jó van, majd megnézem azt is majd, csak tényleg itt most múzolgatok, telefonszámokat cserélek, networkozunk, tudod, hát szokásos, úgyhogy 1000-re pörgetem a bizniszt! Nem menj fel az autópályára. Ne menjek föl, igen, akkor várja, elbasztam. Igen. Jó, van már! Elnézést, bocs, hogy hallanod kellett, ne haragudj. Kicsit felcsöszte az agyamat. Na, itt balra. Ilyen frusztráltak az emberek. Nem, még nem is itt. Hol a tökönbe van ez? Itt van, ez az. Jó. Az az. De mennyi lesz? Figyelj, ott a taxi óra 26. Mire még én megállok, meg nem tudom. Persze, 2:33. Várjál, mindjárt utalom csak. Jó. Tudja, hogy működik a telefon. Tényleg bocsánat, hogy a fület borítottam. Ne arra, hogy kórházi számlát majd nyugodtan, hogyha... Van valami, akkor szólj. Majd intézzük, jaj. Easy. Parancsolj, bátya. Ó, nagyon szépen köszi. Kösz szépen, szép napot. Cső. Ciao. Hello, esetleg egy taxi? Nem kell? Jó. Hello. Ja, ez egy nagyon központi hely itt. De mi ez itt amúgy? Ez a truck izé, nem? Az nem látok semmit a izétől. Na mindegy. De várjál. Hogyha azt én lejjebb viszem. A Motiva Trucking. Hoppá! Kéne egy fuvar. Megyünk. Hustlin! $1400 van, srácok. Nem kell már sok a kocsihoz. Persze az más kérdés, hogy azóta már összedtem baromi sok számlát. Gyors hajtásért, ugye? Tisztelt városok, megnyitott a kapuit a Motiva Trucking civilek előtt is. Több jármű vesztek el. Aha. Ezek összednek dolgokat, jó? Szétadom. A taxióra egy kicsit érdekesen működik. Néha magától elindulva, csak én vagyok hülye hozzá. Ja tényleg, jó. Utána megnézzünk egy... Most hirtelen amúgy szabályzatban nem is tudom, hogy benne van-e az, hogy... Jézusom, hogy visz engem ez? Nettó őrült az egész. Na jó, várjál, ezt meg át kell variálni, mert ez is szörnyű. Én ott nem fogok lent menni, az is biztos. Ja, hogy a számla automatikusan fizetődik! Ó, mondjuk egyébként nem hülyeség. Valószínűleg sokan nem fizették be. Hogy? Szerintem még mehetek, nem? Vagy azt oda alulra akar vinni? Vagy hogy a bánatba visz az? Figyelj, majd én okosabb vagyok, úgy gondolom magamról, ugye? Hűha. Szerintem jó vagyok innen is, nem? Na? Szerintem most ért hozzá egy taxi, vágod? Aha, oda én nem megyek föl inkább. Szerintem ezt elszartam. Hát ez... Ügyes voltam, nagyon. Na jó, hát ezt szerintem elengedjük ezt a fuvart, mert... Várjál, most hol vagyok? Nagyon nem vagyok jó oldalon. Egy kis NRK.
Jó. Jó, kicsit nyugodjunk meg. Leroy Carter. De, amúgy most én... Lehet, hogy csak én vagyok full balfasz az egészhez, de... Ja, ott kell föl... Na megnézzük, figyelj, kocsit vittek, attól függ, ez egy garázs. Nem, ő értem... Oh, nem. Hello! Pattanj be, faszikám! Jövök, jövök. Ide elfoglaltakhoz, vagy elfoglaltakhoz, bazd meg, ide főpublikhoz ment. Jó, jó, easy. Már megyünk is. Át kéne hozzá a ladámat már. Ladád van? 21.07? Hát az is. Aha. Jó kis kockalámpás, szétadom. Ja, hát van egy pár autó, aztán tárolásra használom, vágod, azt át kéne hozni. Ja. Átozta mindent. Aha. Amúgy, vagy amúgy ezért. Első autónak a ladát ajánlod-e őszintén? Az teljesen jó, szeretem amúgy. Teljesen jó, aha. Megy azért valamit? Persze, megyeget az. Ja, mi a vége? Vége? Fú, tudja faszom. Na? Nem rossz, amúgy adtam első autónak nagyon. Na jó van, jó van, jó van, jó hangzik, jó hangzik. Aztán mivel foglalkozom, mondj már valamit extra tippet, hát, de ne azt mondd, hogy vadászat. Ja, de hogy én vadász nem, nem szeretem a vadászatot őszintén. Én izé voltam most két hétig mentős. Igen? Doki voltam, ja, ja. És az jó? Fasza volt. Hát nem volt rossz, nekem annyira nem adta, bár a fizu az fasza volt. Aha. Fél óránként 400 dolcsi jött a zsebbe. Ha, az tényleg jó. Fél óránként 400? Ha, gyakornokként. Figyelj, nem rossz, nem rossz. Társaság is fasza minden. Nekem valami... Nekem bár valami... az emberek elég hülyék tudnak lenni, az biztos. Hát, azt képzelem. Mert ugye terminátorok, mert repülnek, hogy 200 métert az autóból, aztán semmi bajuk nincsen. Jaj, de jól hangzik az. Na várj, ide valahova jó lesz, ugye? Jó, tökéletes, menj. Jaj, várjál, hát nem hallak téged se. Figyelj, 17 dolcsi, 18. Már is adom. Thank you. Aztán utána odagurulunk, csak megsüketültem a zenét. Nem gáz, mert nézd. Köszi szépen. Oh, ezer hála. Oh, még egy sneaker. Atya úristen. Igen, igen, ott lent van egy ilyen csillagot adni. Aha. Kincsekből lehet szerezni. Ajánlom, menj el az ilyenekért. Jó, jó, megnézem majd mindenképpen. Telefonban van ilyen kincses, ott mutat egy képet, elmész, és az több passza, van 2500 dolláros cipő is. Ez hol van? Még egyszer, bocs, megint ez a zene. Aztom, honnan jön az a zene? Hát bemész itt telefonban, van egy ilyen kincses kincskeresés ott. Oh. Ezért megnyitod, az van egy kép. Megtalálod, hogy hol van, kaphatsz bármit. Van ilyen aranycipa, az 2500 az ára ott lent a cipősportban. Sőt, oh. Akár még, hogy nagyon nagy szerencséd van, kaphatsz ladát, LTD-t is, autót is kaphatsz belőle. Wow, bro. De várjál, hogyha valaki elviszi, előbb te megtalálja, akkor szoptam, nem? Ja, nem. De nem, mindenkinek sajátja van. Mindenkinek, és ezt óránként tudsz ilyen kincset keresni. Aha! Hát szétadom, bazd. Szoktam nyomni. Van, amikor ilyen bört lehet találni, az felmész Sandy-be, ott leadod valamelyik 700 dolcsit ad. Ilyen nice. Vannak ilyen rozsdás vödrök, meg ilyen szarok is, amik nem érnek lófasz se, de amúgy elég faszak. Aha! Jó, nagyon kösz a tippet. Nincs mit. Rá fogok nézni, jó, köszi. A taxihoz. Köszi, köszi. Megy legalább a meló. Ne, hogyne, hogyne, pörög. Na, a faszaság, nagyon nem is, nem nagyon szoktak valamiért keresni amúgy. Tessék? Nem nagyon szoktak keresni valamiért taxis, pedig aztán sokszor jó. Nem tudom, most pörög, tehát meg szarni nincs időm, tesó. Na, az a jó. Konkrétan. Egy taxi szünetet megengedek, de egy fuvart, azt elfogadnék. Hát akkor pattanj be, főnök. Viszlát, jó, menj. Hello, köszi. Hol megyünk, főnök? Hát, serifségre kellene menni, de ó. Ja, az van most... Ja nem, aha. Csináld csak. Na, jó, megyünk, főnök. Aztán, hogy mint? Figyelj, nem panaszkodok. Lassan megvan a betevő az első autóra. Úgy fest. Milyen autóra gyűjt az autó? Valami kezdő kategória, abszolút. Tehát semmi extrára, tudod. Tehát ilyen...
okos, nem tudom, lehet egy Ladát, vagy valami, mondták még ezt a Ford valamit. Az jó, az jó. Az jó? Annyira. Hát inkább a Ford LTD akkor már. Aha, aha. Ja, amúgy sokan ezt mondják, jó, az meg valami 2000, azt hiszem. Hát van az több is, 3800, de szükséges, megpautalom. Á, nem, félj, tartozni nem akarok semmiképpen se. Hát nem tartozásképpen. Hát, de most ugyan már, azt sem tudjuk, hogy ki a... Fél, nem tudsz rólam, nem tudsz rólam lószart se, én sem tudok rólad semmit, ugyan már, nehogy már itt a második perc már a pénzről szóljon, meg az a határozza meg a kapcsolatunkat, tehát ne bohockodjunk már, ugyan már, úgyhogy... Hát én szeretek jó kapcsolatot, tudom, ez az én ilyen büszkeségem, tudod, hogy nem szeretek tartozni, meg a szarul érezni magam, még ha te nem is, akkor is ott lenne bennem a bűntudat, hogy úristen, vissza kell fizetnem, minél előbb meg gáz van. Értem. Hát akkor nehogy már én kérjek a végén tőled. Hát, tőlem nem nagyon fogsz tudni, az a helyzet. Én szegény vagyok, mint a templom megere, üres a zsebem és éhes vagyok, úgyhogy... Értem. Hát remélem az egy nyugsira, meg ilyesmire az étel lett. Persze! Jó. Hogy ne tel lett volna? Hát anélkül nem is lehetne ugye ezt a munkát csinálni. Hát gondolom az irodában leellenőrzik, hogy kit alkalmazok meg. Persze, ez egy teljesen korrekt cég. Tehát a Downtown Cabnél mi nagyon magabiztos, maga... Tehát önmagunkra igényesek vagyunk, ezt akartam mondani. Úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Nagyon helyes. Ez nem a film killer, srácok, az még durva lenne. Hát ő hogy... Hát akkor majd, ha még vidéken jár, akkor sheriffség fele ugorjon el, aztán egy igazoltatást, azt megejthetünk. Ja, hogy sheriff? Sheriff a főnök úr? Hát akkor még a sheriffnek pláne nem akarnék tartozni. Érted? Tehát, hogy... Már bocs, hogy tegeződünk, de én nem szoktam szarakodni ezzel. Nem probléma. Jól van. Akkor nem kéne gyorsan menni, igaz? Ezek is csapnak a... És egyébként a bűnözés, az durva a városban? Hát a városban egy picikét elengedettebb a dolog az étel. Nálunk kint vidéken nagyobb a csend, jobban meg vannak nevelve az emberek. Ó, tényleg? Persze. Na hát... Nem viselkedni. Ezt jó hallani. Azért jó ez itt, mert csendre vágyik az ember, akkor ide kilátogat, aztán nincsen problémája. Na ja. Hát nekem ez kicsit talán túl csendes is. Hát tud az itten is mozgás lenni, már két kocsival látott, találkoztunk. Ez az épület? Igen. Hová álljak? Itt jó lesz? Jó, hát velem akkor így. Velem van, megállhat itt is. Jó, akkor így. No. 41, 64, de 41 lesz az sheriff úrnak. Utalni lehet? Persze, hogy lehet. 233-as a számlaszám. Köszönöm szépen. Hát egy kicsit sok lehet. Köszönöm. Maga is bemutat, mindenki be. Vagy te is. Titokban mindenki. Titokban. Csak ezt titkolom mindenki elő, mert másképp ez kezd egy kicsit olyan érzés, mint hogy rasszisták lennék itt az emberek, bár amúgy tesók vagyunk. Igen, tudom, észrevettem, csak volt itt egy másik kuncsaftom is. Na jó van, főnök úr, akkor szép napot, jó munkát. Szevasz, ciao. Húzzunk a francba, miért igazoltad, tényleg komolyan veszi, bazd meg. Na bank. Ez mit akar? Semmit nem akar, nagyszerű. Bank account, nem nagyon van vidéki bank. Úgyhogy ide eljövünk. És most mennyink van? 1920, megvan a pénz első kocsira. De amúgy kajak mindenki tele van. What you want? 1318 ember, srácok. Uram, atyám. És akkor... Azt mondják sokan, hogy az RP már egy leáldozott sztori, hogy már senkit nem érdekel. Atya úr Isten, srácok. 1300 ember. Tudjátok, mikor volt utoljára 1300 ember a streamemben? Hát most? 3-4 évvel ezelőtt konkrétan. Amúgy valamit enni kéne, meg inni kéne, szóval most... Kicsit a... Átadjuk a terepet a többi sofőrnek. Majd... Ez az 2005, akkor még a Ford még mindig nem jön ki belőle amúgy. A Ford még mindig... Az miért követ? Jó, hála jó Istennek. Na, még nem vagyok ki, meg megmenekülve. Az a Porsche is nem tetszik nekem.
Meddig leszek? Nem tudom. Őszintén nem tudom. Szerintem még egy órát szeretnék. Még egy órát szeretnék mindenképpen lenni. Lehet, hogy lenyomunk még pár... Amúgy basszus, de most nem azért srácok, de még mindig az van, hogy ebben a taxiban érzem igazán jól magam, csesszétek meg. Ez kurva jó. Ez annó is, amikor ezt én először megláttam, még az annó mára már nem létező Red Light-on. Hát úristen, lerobbant az agyam. És ezt a mai napig szeretem. És tudjátok, hogy miért szeretem ezt? És ezt lehet, hogy nem mondtam már nektek, srácok. De konkrétan, én annó a Vice City gyerekként, 14-15 évesen, csesszétek meg, úgy játszottam, hogy taxiztam, ugye ott voltak ilyen NPC-s taxistok, beültél egy taxiba, és akkor tudtad vinni az embereket, és dumáltam hozzájuk, srácok. Pofáztam hozzájuk, mint a valódi embereket vinnék. Tényleg, komolyan mondom, furcsa gyerek voltam, én azt értem. És akkor bazd meg, bejön egy ilyen, hogy valódi playereket... Gondoljatok már bele, hogy nekem ez mekkora dolog ilyenkor. Na, úristen, szétadom ezt. Ez a leg... És ez tartalom szinten is kurva jó. Mert beül, 6 millió szituáció lehet. 6 millió fele lehet vinni a beszélgetést, lehet ismerkedni közben, pénzt is keresek közben, ez az igazi bomba. Amúgy láttam, srácok, ne ragadjatok, csak el voltam havazva. Valaki giftelt egy olyan durvát, hogy beszarok, várjatok. Azt mondja, hogy... Jaj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 
5 Isti Place membershipet giftelt. Köszönjük szépen, Dávid! Neked hatalmas nagy király vagy. Illetve ugye jöttek új emberek is, Csaba Aranyás, 100 kiló túlsúly, szevasz! Tibor Pári, az 50 kiló túlsúlyjal, ő még nem akart annyira kardiológushoz eljutni. Gergő Kis is giftelt. Gifted? Most ő giftel, vagy kapott a giftből? Na most ebben nem vagyok biztos, hogy ilyenkor hogy van. De elvileg egy csomóan gifteltek most, ami beteg, beteg. Úgyhogy köszönöm szépen. Vissza a live chatre. Csókolom. Hopp. Itt van a bank valahol. Aha. Gyorsan lerakjuk a cash-t. Tényleg véletlenül se szívjam meg. Hol van az a bank? Vagy pont az államihoz jöttem? Az jó. Ja, ez pont az állami. Zseni. A legjobb helyre jövök én is, mi? Ezt le tudom zárni? Hú, bazzik, kezdek megsülni amúgy itt benn. Jó. Puff, puff, puff! Let's get started, baby! Azt tudom, az hogy működik. Aha. Nem így. Fucking alien. Azt sem tudom, mi a PIN kódom, srácok. Telefonom PIN kódja lenne? Miért lenne? Nekem nincs is PIN kódom, bazd meg. Várjál már, most ez hogy van? Ez meg várjál. Ez most gond, nem tudom, nem voltam még sose bankba. Tárca. Egyenleg. Számlaszám, igen. Ez most nekem egy kicsit magas. Közben itt jönnek nekem a segítségek, így a... az isteni sugallatok. De látod, de... jó, hát ezt, na jó, igen, ezt most nem tudtam. Kösz, srácok, kösz. És meg lehet változtatni? Sok értelmét nem látom megváltoztatni. Pénzfelvétel, egyenleged. I got mad money. Pénzfelvétel, pénz... nincsen elvileg adó, úgy látom. Basz, még rendes kártyám van, vágod. Debit card. Még lejárata van, csezd meg. Jövő májusban. Érdekes lesz. Na, akkor befizetünk 500 dolcsit, hogy legyen azért valamennyink. 2420, baby. Mad money making. Srácok, egy kis... kis pihenést azért. Na, engedjetek már meg nekem, jó? Hoppá! Kicsit csevegjünk már addig. Majd lesz valami. És külön lehet még itt izé. Jaj. Szadavlog, köszi szépen a 100 kiló túlsúlyt. Srácok, az meg a másik, amit akartam mondani.
hogy abban a pillanatban, hogy ugye most ez elindult ez a sztori, nem feltétlenül lesz szerintem mindig live, de szerintem sok live lesz. Az biztos. Sok live lesz. És... de lesznek videók is. Szóval ez már variálás lesz lehet majd a jövőben. De ezt most én egyszerűen szétadom, basszus. Szana szétadom. Bocs, taktikai szünet, srácok. Mindjárt jövök vissza, jó? Jövök vissza mindjárt. Jó, vicces, nem? Hogy én így kiveszem a fészkemet, de azért itt a karakter azért nyomja. Amúgy meg... hát itt még ilyeneket lehet, hogy maradjon ott. Érted? Meg ez egy kurva kemény amúgy. Mik lesznek a tervek, Máté? Hát... figyelj, vannak. Én nem akarok erről részletesebben beszélni. Az 100%, hogy nekem frakcióm nem lesz. Mert nem tudok olyan konzisztensen itt lenni, tehát én nem akarok másnak az idejével szarakodni, illetve én scripted frakcióban sem szeretnék majd becsatlakozni. Úgyhogy egyelőre ez a taxis meló tűnik annak, ami nekem tényleg a bajnok, mert ez egyszerűen nagyon jó. Tehát ez azért jó, mert feljössz, amikor feljössz, csinálod, és akkor kész, és akkor van, azt akkor annyi, érted? Meg... azért egy frakció vezetés, ugye már volt kettő frakcióm is. Azért az rengeteg elfoglaltsággal jár játékon kívül is. És nekem annyit már egy játék... jaj, nekem annyit már... eltűnt a cigi, nem ér meg. Nekem annyit már egy játék nem ér meg, őszinte leszek. Úgyhogy... it is what it is. És az lenne a kérdésem, hogy akkor Unfieldnek a szerverének vagy a streamelője? Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen. Tehát együttműködés. Na, a kollega. Most ez mit csinál itt vajon? Bekempel ide. Máté, nekem ilyen véleményem nincs arról, hogy melyik szerver hogy zár be, mert nem tudok a körülményekről, hogy mi miért zár be. Nem tudok, én nem is szerettem volna sose belefolyni szerverügyekbe, szerver vezetési ügyekbe, mert nem az én tisztem. Én ezeken játszani szeretek, én nekem például soha nem lett volna elképzelésem se, hogy saját szerverem legyen. Mai napig nem szeretnék. Úgyhogy... úgy lehet, hogy lámpát kéne kapcsolni, nem? Várjál már most. Kitört? Nem tört az ki. Jó, így. Kollega egy fuvar. Kollega egy fuvar. Jaj, hát elvigyem. Magának van ember. Már nem azért mondom, de hogy én így szinte senkivel. Figyelj, hát én rohadt gyorsan oda megyek. Tehát jön egy hívás, én bam, már nyomom. Egyszer, az elsőnél lemaradtam. Beszarakodtam, meg fölhívtam. Utána amikor bejön egy hív, én már rohanok is érte. Figyelj, rohadt nagy verseny van, nagyon durva verseny van, persze. Meg útkor ott álltam a kórháznál, vágod. És ott rádumáltam valakit, hogy elviszem, ennyi. Oda mentem én is, megállt ott, ahol lehet állni mentőknél. Akkor az te voltál, te kocsid volt. Kutyak faszad, hát milyen dolog ez? Beáll mentős helyre, meg ott szépen félreállok, ahogy szoktam. Tesó, figyelj, ez a meló ebből áll, érted? Hogyha... Nagy faszod van már, ne haragudj, akkor jönnek a lehetőségek, ne haragudj. Nem, hát, figyelj, voltam én is, érted, nagyon ilyen kis visszafogott, ilyen kis óvatoskodó, bazd meg. Nem, érted, oda kell csapni, oda kell verni, és akkor fasza vagy, érted, különben. Ja, hát nyugodtan, izé, szevasz, tesó, what's up? Kél egy fuvar? Azt tesó, what's up? What up? Ott a kocsim. Ott a kocsi, a Ruiz, ő itt Ruiz, bemutatom neked, hogy is hívnak, keleti blokk. Én Nikola vagyok. Nikola, na ő Nikola, ő a kollégám, csak találkoztunk, Nikola. Tehát nem annyira nagy összetartás van itt a sofőrök között. Üdvözletem. Úgyhogy Nikola, figyelj, tényleg, tehát csapd ki a keleti kobrát, jó? És akkor úgy hidd el, fog az menni. Tehát nem, figyelj, jött oda a mentős, itt pattog nekem, hogy mit állok én a mentős helyett. Ezek nem érdekel engem, érted ezek? Nem érdekel mentő, meg érdekelnek a beteg emberek. Nekem pénzt kell letennem az asztalra, érted? Tehát enni kell, öltözni, persze, tehát ennyi. Nem, állj be mindig a legláthatóbb helyre, csókolom, le van szarva. Értem már.
azt ha jönnek, érted, akkor kidomálod magad. Nem hiszem, hogy feltétlenül le kell állítani. Na azt se, figyelj, te tényleg, hogyha viszel valakit, vágod, várj egy kicsit, tesó, pillanat, csak rá kell gyújtanom, ne arra. Na, szóval, kérsz egy cigit, Nikola? Tehát akkor így nem nagyon baszakodsz, így fogod beállt a közepére. Ugyan, de persze, hát figyelj, maximum szólnak, érted? Szólnak nekem, hogy menjek el. Azt akkor mondom, hogy nem megyek el, és aztán mondják, hogy te menjél el, és ha már nagyon keménykenek, akkor majd esetleg utólag, utolsó pillanat, majd arrébb állok, érted? Addig nem fogok ezzel szarakodni, érted? Értem be. Hát érted, hogy könnyen beszélnek, vágod, tehát ott izé órabér van, vagy fél óránként kapják a nagy zsettát, tehát persze nekik aztán tök mindegy, nekünk nem, érted, nekünk, hogyha tehetnénk, érted, a főnökséggel meg kéne dumálni, hogy valami Elon Musk-szerű csávó kerüljön oda, érted, hogy felküldjön egy taxit az űrbe, érted, hogy látszódjon, láthatónak kell lenni a taxiautónak, érted, nem elbújni, nem, ott vagy, kész, ennyi. Figyelj, mitos? Mi van abba a cigibe? Se, figyelj, se, kérsz egyet? Semmi! Ne, figyelj, fel vagyok pumpálva, fel vagyok spanolva, testvérem. Nem kérsz egy szállat? De, kérsz. Hát, figyelj, arany Marbi, megőrülsz. Tüzet kérsz. Az van. Tüzet van, jó, parancsolj. Ez mondjuk egész érdekes cigi nélkül tüzet tartani magad. Figyelj, hát figyelj, van aki tart magadnak tarhaló cigi, érted? Hogyha kell, akkor mondjuk élete igaz, megment, bagja. Jó van az, nem kell az. Nem volt menni boltba, hogy vegyek cigi, mert hogy elmegyek boltba, vegyek cigi, akkor itt jön a bag... Hogy hívnak néha ragud? Ellen vagyok. Jön jelen, aztán itt már viszi el embereket egyből. De nem jelen, Ellen. Ellen. Nem jelen, Ellen. Jelen. A jelen az, az idő, tudod, jelen idő. Múlt, da, jövő. Most. Na igen, és akkor a múlt az hogy mondod? Nyílt? Vagy hogy mond? Nyílt. Jó, hát nyílt. Van a múlt, jelen meg a jövő. Na hát akkor jelen de vagyok. De nem jelen vagy, hanem jelen vagy. Te és Nikola, és hogy tetszik ez az ország? Tetszik? Jobb, mint, hát, jobb, mint a keleti blokk? Hát ez még mindig kicsit sért a keleti blokk, de így. De nem sértő, tesó, ne vedd már magadra, ne csináld már. Hát most figyelj, én mindenkinek adok ilyen becenevet, érted? Úgy érzem meg a karaktereket, érted? Az embereket. Tehát, hogy... Jó, akkor neki, hogy hívni? Ruiz? Ő Ruiz, figyelj, ő Ruiz, ő tesóm, ő a tesóm, érted? Ő is. Persze, mert a tesóm, ő fekete. Hát de bazzik, ne szórakozzál már velem, ő a tesóm, érted? Nem, most, na, de ennyi. Már azért tesóm, miért ő is fékezte, mint te? Nem, figyelj, ez azért, persze, hát nyilván nálunk ez a törvény, érted? Ez egy íratlan... Tartunk. Hogyne? Hogy a picsában ne? Nem azt mondom, hogy te... Figyelj, hogyha nagyon nagy bajom lenne veled, akkor nem így beszélnék veled, tesó, ne aggódjál. Tehát, hogy azért... Nem kell itt azért merre szívni, érted? Ja, olyan, úgy ki vannak tömve itt az emberek, pont mondtam itt izé... Az borra való, az így cseppet. Csurok, figyelj. Na, az jó, az egyet tapol azért. Figyelj, hogy hívnak téged? Még Nikola, ugye? Nikola, da. Nikola, bocsánat. Mi a másik? Mi a keresztneved? Tesla. Volosatyi. Volosatyi? Akkor Nikola Volosatyi? Da, Nikola Volosatyi. Várj, és akkor hogy a teljes neved, ugye úgy van elvileg, hogy a faterod neve, akkor az Ovics. Tehát Nikola Volosevovics, vagy mi a? Da. Ebben nagyon beletrafalt, mi a figyelj Marte! Hát vágom én tesó! FBI-ban nyomod? Dehogy nyomom ebben, figyelj, meg ne sértsél! Meg ne sértsél, mert felkúrom magam. Dehogy! Nem lehet volt FBI? De nem az, csak hogy én nem szarakodok ilyen rendvédelmisekkel, érted? Engem meg ne sértsél már, hát érted, bazzeg? Da, értem be! Vernek minket, érted? Hát van egy múltunk, érted? Fuck the police, coming straight from the underground! Vágod! Na, tehát hogy most mit kell neked ezt akkor? Hát akkor nem kell itt, na nyugodjál le! Na és akkor bejön ez az ország amúgy? Na, én szeretgetem igazából. Szeretgeted? Idésülve, nem tudom, 8-10 éve talán. Szeretem egyébként. El vagyok emberekkel. Kicsit sok köcsög van, de belefér amúgy. Aha. Jó van. Na, figyelj, szóval... Úgy. És figyelj, hogy nyomsz le egy fuvart? Mesélj nekem. Te dumálsz közben, vagy csak így ülsz? Miért? Hogyne, akkor... figyelj, megyek oda, jön autó, jövök én, megállok. Aha. Integetek vagy dudálok neki, attól függ, hogy meglátja, beszáll autó, kérdem, hova megyünk. Aztán bejelöli nekem, vagy mondja, érted, ismerem város, mint tenyerem. Aztán és... megyünk oda, kérdezem, mi a helyzet, hogy van napja, dolgok, tudod, ilyen kis visszafogottan. Aztán, hogyha beszélgetős típus, akkor nyilván elkezdek vele dumcsizni. Vágom. Ha meg nem, akkor megmondom, hogy jó, hát akkor ne, figyelj, mondok, adok neked tuti tippeket, jó, Nikola, mert figyelj, megmondom neked a frankót, figyelj.
Tök mindegy, figyelj, tök mindegy, hogy beszélgetős típus-e az ügyfél, jó? Teljesen mindegy, le kell szarni, végig kell pofázni, teljesen mindegy, tényleg bármi, minden, nyald a seggét, amennyi, jó, így van, jó mélyen, érted, nyugodtan, tehát, hogy milyen nap, jó nap, mi dolgoz, mindenre nevetgélsz, de vicces, nem is mondott vicceset vágod, de nevetgélsz rajta, akkor utána visszaed tényleg, be nem áll a szád végig, gondolom lassan mész, ugye, a taxóra miatt végig. Hogy minél több pénzt kapja végén, nem? Igazából ugye az a baj, taxi órának van két állása, és nem tudod eldönteni, hogy melyikbe mész. Az egyikbe úgy pörög, mint a kurva élet, akkor menni kell mind alatt. Viszont hogyha szépen lassan pörög taxi óra, akkor lassan kell menni, mert az a baj, hogyha meg akkor gyorsan mész, akkor nem fog többet számolni. Aha, na figyelj, én erre rá jöttem, van két állása, tegyük hozzá, jó? Úgy, tehát köz, én is tanulok, tesó, nem is hittem volna. Nyomkodod a gombot rajta, hogy menjen, aztán van, amikor úgy megy, hogy pörök mind alatt. Aztán van, amikor úgy megy, hogy így szépen lassan pördögél, ahogy mennek kilométerek. Jaj, hát jó, mondjuk ezeket azért egyértelmű, mert az orosz cuccokhoz vagy szokva, az gagyi minőségű elektronikai cuccokhoz vágod, és akkor neked ez így megy, hogy ráüsz gondom kettőt, hármat a tetejére, és akkor már gyorsabban pörög, ugye? De neked ez így alapból jön, én nem vagyok ehhez hozzászokva, tesó. Figyelj, ez így nem volt túl szép. Oroszországban van minőség ugyanúgy. Ó, dehogy is, te adjál már, ugyanaz. Nem a népedet degradálom, de azért nehogy azt, ne gondold, tehát komolyan azt gondolt, hogy minőségi cuccokat gyártatok. Hát mihez képes? A broski, hát ne csináld már. Hát mihez mondjuk képes? az amerikai minőséghez. Nézd meg a kocsiaitokat. Hát nézd meg a kocsiaitokat, nézd meg a Volgát, meg ezeket, érted? Na, ilyen Volga megy, szép. De tedd már össze egy Mustanggel, Mustanggal, ahogy tetszik, nem tudom, hogy ott a keleti blokkban. Mustanggal akarod összehasonlítani? Van néked Mustang? Nincsen Mustang. Nekem van Mustang. Elkezdve honnan a faszomból van, de azért egy ugyanolyan lepukkan taxisofőr vagy, mint én. Figyelj már, de én nem taxisofőr voltam egész életemben. Hát akkor mit csináltál te a... Kínáltam én már rengeteg. Anyaországban. Miket? Miket? Mesélj, mondja, tanuljak, hadd tanuljak. Csináltam, anyaországban gyűjtöm el, jöttem ide, jönni, amerikai élet, tudod, jól. Nagy, big American dream, you know. Értem én, de a kérdésre válaszolj, tehát mivel foglalkozom még ezen kívül, hogy neked van Mustangod is? Vagy csak a muzol? Semmi, ezen kívül én megmutatom neked Mustangom. Hát akkor mutasd meg, hozd ide! Hát gyere velem, ott van taxiállomás, ott állok vele. Te várjál már, és a te taxid az hol van? Itt a lódal. És akkor az én taxim hol van, tesó? Hát ez te taxid. Ez a te taxid. Akkor tiéd meg ott hátul. De úgy emlékeztem, Nikolaj, te elém álltál, nem? Nyert, én nem álltam eléd, én láttam itt alsz, mondom, megnézem, hogy te vagy. Ja, mert vissza is fordultál, jó. Na, mutasd meg, megyek utánad, jó? Jössz, Ruiz! Persze. Pattanj! Várjál, nekem itt a kocsim. Ja, jó. Követlek. Alright. Nem hiszem el én azt a Mustangot. Fufunak érzem én azt a Mustangot. Nagy kamu az a Mustang. Nagy orosz forma. Networkölni kell, srácok, networkölni kell, ismerkedni kell, emberekkel kell nyomulni. Az visz egyről a kettőre. Közben jönnek az e-mailek, srácok, nem tudom megnézni őket. Aki 100 kiló túlsúlyt váltott a csatornára, annak nagyon szépen köszönöm. Küldjetek egy e-mailt, ahogy le is van írva, ugye ott az információnál, és érkezni fog nektek a Discord meghívó. Jaj, ide! Én be nem állok oda a szűk helyre. Na hát, szép darab, nem hazudok. De figyelj már, és akkor erről valami dokumentumod van, hogy ez a tied? Mert most lehet, hogy csak beültél. Mi dokumentum? Van nálam kocsikulcs. Hát az egy dolog, tesó, hát nálam is lehet 6000 kocsikulcs, ha ne csináld már. Hát ezzel még nem mi győztél meg. Bemész boltba, veszed meg kocsi. Hát most ez nem egy bonyolult. Hát mi, nincs hozzá semmi izét, semmi papírot, semmi az égvilágon. Van persze, forgalmi dolgok. Hát most hogy hívják, mondják? Insurance. Jó. Biztosítás. Na de akkor azt mondd meg nekem, hogy ez miből van ez neked, tesó? De ez igazándiból, hogyha nagyon rövidre akarom fogni sztorit,
dolgozol sok, utána ebből lesz pénzed, és akkor veszed meg. Nyilván nem csak taxiba. Figyelj, én kezdtem városba, mikor jöttem ide, hogy mondják, a futarkodós, pizzameló, tudod? És akkor abból grindoltad ki? Abból mész jó sokat. Ott ugye, hogyha mész jó sokat, akkor főnek mondja, hogy ez igen, de oké, ez egy jó ember. És akkor ő lépte téged előbe. Hogyha lépte téged előbe, kapsz jobb autó, kapsz jobb pénzt. És ha kapsz jobb pénzt és dolgozol még többet, akkor kapsz még jobb autó, meg még jobb állást, tudod, még több pénzt. Abból szépen szedigeted össze magad, aztán akkor szépen fogod magad, veszed bitcoint, megveszed belőle autót, és akkor azzal feltuningolod ennyibe. Azt a kurva ember. Hát nem kicsibe vagy, nem kicsibe vagy, jó van, figyelj, meggyőztél. Bitcoin csalást az anyaországból nem csinált? Hogy micsoda? Bitcoin csalást az anyaországból, hogy ilyet még nem találtak. Nem dolgozom ilyenekkel, nem sajnos, az a baj, hogy amerikai rendőrség lenni ilyen nagyon kemény faszú, tudod, jönnek aztán, jaj, adjál jogosítvány meg dolgok. Szerintem nincs jogosítvány, hogy ne lenni jogosítvány? Ugye itt vagyok évek óta a városban, hogy ne lenni jogosítvány? Jogosítvány alapvető dolog. Biztos, hogy van? Még mutassam? Figyelj, nem annyira. Várj, bocs, nekem el kell mennem valami zabát venni, várjál. Várjál. Megköszönném, tesó, dobd már meg. Nem, a fasz, csak izé, most kezdtem kicsit szédülni, vágod, annyira ilyes vagyok. Na érted, nekem nincs annyi pénzem, mint neked, tesó, köszönöm szépen, érted, hát most... Figyelj, nincs ebben semmi nagy dolog, figyelj, szépen rakosgatod félre pénzed, nekem most már kémény 22.000 dollár. Hát, hogyha már azzal, akkor meg tudsz dobni, vár, megköszönöm. Köszönöm. Igen, mit mondtál Nikolá, bocs? Na nekem most már 22.000 dollár, ez így ilyen félre rakos. 22.000 dolcsid van, faszi? Da, persze. Hű, apám, ki vagy tömve rendesen. Szóval mit taxizgatsz? Miért nem fektetett be, vagy valami? Semmi. Azért, mert most mit csinálj? Mibe fektessem bele? Hát... Ja, jó kérdés. Hát valami boltot, valami bolt. Úgy hallottam, hogy lehetnek ilyen bolt tulajdonosok, nem? A bolt tulajdonos az bitcoinos pénz, az nem jó nekem. Nem jó nekem, az a baj, hogy nagyon drága pénzek ezek. Egy kis amerikai dollárok, tudod? Ja, vágom. Szépen fogod, jössz, miért tesz a dolgot. De most én nekem van pénz, hogyha nem dolgozok, unatkozni meg kezdek, tudod? Vágom én, persze. Aztán az csak úgy vagy, és ennek nincs sok értelme. Na ja. Segíthetek jóra, vagy mi a helyzet? Na jó, srácok, és megyek vissza melózni, bocsánat, mert nem szarom a pénzt, mint ez az úr, mint a Nikolá, érted? Nem úgy szarom a pénzt. Jaj, már most miért vagy ilyen gond? Hát mert bazd meg, hát ne csináld már, tiszta izé, féltékeny vagyok, öcsém, mert milyen autód van, bazd meg, azt itt izé. Nincs abban semmi, hát ez egy kis egyszerű Mustang. Hát tisztizel nekem, hogy nem, nincsenek fuvarok, nem jön be senki, nem jön. De most érted, figyelj, nincs fuvar, nincs pénz, az egy dolog, nincs fuvar, unalomban, az a nagyobb probléma. Sok taxis van, persze, nagyon izé. Lehet, hogy pályát kell váltanom lassan. Ugye, én most gondolkodtam, ilyet elfutár. Az egy kicsit uncsibb, de nincs annyi kommunikáció emberek. Na, ez a probléma. Én attól, igen, az én ilyenektől én megbudjannék. Én most nyomtam egy ételfuták kört, ki kellett menni a halálfaszára nyilvánvalóan. Ez a probléma, hogy van egy izé, 2-300 méterek, az lófasz, jó pénz. Viszont, hogyha ki kell menned palettó, és onnan kapsz 60 dollár, az azért kutyának faszha, az semmi. Én most elég. Fát vágok, visszamentem a gyökerekhez. A favágás egyébként jó cucc, hát ez jó volt. Szóval a favágos jó cucc, csak az akkor jó, hogyha mással mész. Tudsz beszélget, és akkor utána jössz vissza. Persze, város rádiót eladom. Megveszed. Lehet menni, há, hogy az egy jó cucc amúgy. Akarod kipróbál Elin? Miért vele egy körre gondol? Ja, Isten őriz, nehogy megtörjem aztán, akkor majd behajtod rajtam ezzel. Kamatostul a keleti blokkból. Most mondtam, van pénzem, be tudom megvítani. Rubelem nincsen sajnos. Figyelj már, ez már tényleg egy kicsikét sok. Dehogy is, tesó, hát bazd meg, nem vagy büszke a gyökereidre, de csináld már, legyél büszke rá, érted? Nekem sincs rubelem, hát minek rubel? Dollár. Hát mert mit tudom én, azért csak elhoztál egy ilyen 5 rubeles, nem tudom milyen izé címetekben van az, érted? Én a helyedben, érted? Én úgy hoztam, én hogyha más országból származnék, én úgy jöttem volna, hogy be van keretezve a falamon egy rubel, egy valami ilyen nagyobb tétel vágott. Ja, azt az hittem, más, hogy... az más kérdés. Azért mondom... Nagy mennyiségben nincs rubel. De hát ezt nem is persze, csak mondom, azért mondom, hogy de fél, legyél már kicsit lazább, tesó. Hát legyél, csillelj le, érted? Legyél büszke arra, hogy keleti blokkból jöttél. Nem degradálóan mondom, bazzek. Egyéniség vagy, érted? Ebben az országban. Ilyennek örül. Nem azt mondom neked, hogy kommunista vagy meg ilyeket, nem több ezt mondom. Több ilyen egyéniségre lenne szükség ebbe a városba. Köszönöm szépen. Mondom, figyelj, jelen, Ellen, bocsánat, nem jelen, Ellen. Igen, gondol, mehetsz vele karika, mondom, nincs abban semmi pénz vagy dolog. Na jó van, figyelj, pattanj be a jobb egybe, azt megnézzük. Mutasd meg. Aztán nyomogat. Köszönöm, megfog, itt van, jó?
aztán óvatosan. Mindjárt jövünk, faszik. Légy óvatos, csúszik, mint anya picsája. Hála Istennek. Hú, tényleg, jó pofa. Jó pofa. Aha, jó. Driftelgetni szoktál lejárni vele? Hogyne, persze, kicsikét kidobálod valagát, annak örül, a szereti. De félsz, miért van már megtörve ez a kocsi? Hol van megtörve? Hát jobb hátra, teljesen izé, hogy beszálltam, láttam, hogy tiszta gatya a jobb hátsó hátulja. Én néztem, kurva fasza, valószínűleg belé tolatott valami balfasz. Hát nézd meg, szállj ki, mutatom, hogy izé, aztán a féklámpa sem működik, úgy néztem, az is be van törve. Figyelj, megnyomom a féket. Várjál. Ó, gyászos koporsó. Mi van? Kutyák fasza, látom nem világít. Fárt, bazd meg. Adja azt meg a szénvedéstel. Na ez kocsi, érted? Na szóval nekem nem tudod, valósággal engem nem tudsz meggyőzni arról, hogy ez gagyibb minőség, mint az orosz autók közül bármelyik. Miért? Nem mondtam gagyibb minőség amerikai, mint orosz. Nem arról van szó. Szó van arról, hogy én szeretem orosz, mert Volga megbízható, tudod, jön megy, teszi dolgát. De most bemegyek pusztán, érted? Most már szét van baszva a hatúja, most már még aztán annyira meg van baszva. De most, hogyha én ezzel elmegyek szerelő, és azt mondom neki, hogy figyelj már, valamiért nem megy autó, akkor azt mondja szerelő, figyelj, ez hengerfej, határozottan, 8000 dollár javítás. Aztán meg is vagyok baszva a 22000-rel. Milyen árak vannak itt javítás szinten? Hát ez az ember... Iha, hát ezt kapta, halt. Várjál már. Ó, kutyak fasza. Várjál még, de is megbaszott. Halló? Le tudod húzni az útról, Nikola? Uram, nem tudom, uram. Próbáld már meg lehúzni az útról, mert ez így nagyon gatya. Hát hallod, ez szerintem kapó. Ez ne is húzogassuk. Ez meg van baszódva, hívjunk mentőt. Hú, hívjál már egy mentőt. Jaj, meg leszünk baszva, vigyázz. Dehogy leszünk. Jó napot. Jó napot, jó, az úr van itt összeesve, vágod, aztán próbálnak mentőt hívni. Próbálj ki biztosítani a területet, én biztosítom, beállok ide, aztán minden rendben van. Hívjad! Taxit! Mi a baj? Miért vagy befeszülve, tesó? Nem tudom, mi van itt. Ne feszüljetek már, csak összeesett valaki, próbálunk mentőt hívni. Jó napot kívánok, uram. Szevasz, tesó. Hát semmi, éppen össze van itt esve egy ember, hát bazd meg, hát igen, pont lesz arra. Nem tudom, mi van itt, hát. Próbálom biztosítani a helyet. Nikola! Ja. Nikola! Gyertek majd a srácok, itt a Jordi bálás van, meg minden. Aztán úha. Aztán nyugodjon már le, ne. NPC lenne? Lehet. Mi a baj, uram? Figyelj, hát, ez úr befeszült. Nem kell, nem vagyok befeszülve, bazdek, össze van esve egy ember, hát ember élet van itt, forog kockán, ne szórakozzatok már. Uram, hát... Jó, srácok, akkor átvesztek, ugye? Akkor hívjatok mentőt, várjatok már meg, jó? Szevasztok, srácok! Aztán nagyon jó, kocsijuk van oda. Köszönjük, hello, hello! Nyomjad, ne állj meg, nyomjad mind alatt. Nyomom én, ne aggódj, besemegyek a taxihoz, megyünk egy kört még, bazd meg. Így, ez kemény sztori volt. Ez hallod, nem tetszett ez az egyenruha, meg nem tudom, tehát... Egyenruha, figyelj, te faszom, jöttek kis Mickey Jaggerek. Jó humorod van, Nikolaj, tetszelte nekem. Köszönjük. Számot cseréljünk már, visszamegyünk a állomásra, aztán cseréljünk egy számot, aztán én lépek. Mármint, hogy izé, megpróbálok nézni valami autót. Hát, valami kezdőt, mert... Most így nagyjából összejött valamire, valami kis egyszerű, tudod, kéne valami saját autó, mégiscsak. Da, persze, hogy nem. Ajajajajajajaj! Az meleg volt, Pici. Meleg volt. Aztán mibe gondolkodol? Hát figyelj, mit tudom én, ladába. Érted, most nem tudok mást venni. Egy jó ladá. Egy jó, figyelj, jó. Hát figyelj, büszke leszel rám, bazd meg, azzal fogok jönni. Jó ladá mindig jó, uram. Persze. Jelen, na. Jelak oda? Megköszönöm, csak várjál, a taxim az kint áll, azt mindjárt berakom. Az kint áll, da. Cseréljünk már egy számot. Szűnik meg a konkurencia, most adta le 3 taxisem elő. Kajak? Lehet, meglátták, hogy jelenlő. Fél órája nincs fogva. Nikola, akkor most durranj majd rá. Na várjál, elmentelek. Úgy, mindenképp, várjátok, mondom be. Hallod, Ruiz, ez csibész a kocsi. Meg tudjátok osztani a telefon. Na azt hogy kell, azt meséld el nekem. Na várjál, az hogy van, beállítás? Ilyen beállításokban meg lehet csinálni, persze. Azt mondja, beállítások, kontakt megosztás.
van olyan beállítás, hogy új kontaktom van, azt írogassa. Most elvileg... A beállításokban. Jajajaj, elküldtem elvileg, azt írja. Evót kell venni? Komoly lenne. Valakinek biztos. Láttam, Alan Jackson, Enrique Rios. Na! Ruiz. Nekem Rios tért. Rios az. Tökéletes. Várjál, mentegettem elfele. És küldök akkor... neked üzenet, mert így nem látok ilyet, várjál már. Lehet, a beállítások, beállítások és lejjebb van egy picit. Egy ilyen rózsaszín ikonnal, tesóm. Rózsaszín ikonnal. Ah, tesimsz, kontakt megosztás, kontakt az durva. Kontakt megosztás. Annyi, az puff, kész, automata az egész. Meg mindjárt jön, meg is jött, azt a kurva. Ja, csak kikapcsolom. Hihetetlen már mire képes ez a technológia. Hát neki mondod, hát hihetetlen, kicsit ijesztő. Hát nyilván nekem nincs itt semmiféle üzenet, csak egy taxi kéne. Aztán megkérdeztem, hogy ez is orosz gyártmány ez a telefon, vagy amerikai. Már mi van nekem? Igen. Ez ugyanaz, mint neked. Én bementem, vagy nem tudom ugyanaz, mint neked, ide ilyen iPhone van írja. Vagy nekem is iPhone-om. Hát én bementem boltban, mondogattam, hogy kéne nekem telefon, aztán itt jön nekem ember, hogy figyelj, ez egy nagyon jó telefon, ezt meg kell neked veszegetni. Megmondtam, hogy jó, hát akkor adhatod te. Hallod, Nikolá, oszd már meg még egyszer a kontaktodat, mert kurvára nincs itt nekem. Még osztom én neked. Jó, jó, kösz. A kedvencekben nem fogadtad el, tesó? De oda mész telefonjel, és akkor ott van kedvencek. Lehet, és akkor ott rákattint nevemre, és akkor ott van egy kontaktjel. Meg vannak, uram. Hú, srácok, de jó. Meg vagyunk, hogy ne. Jó, vagy csak már, hogy... Meg is vagy, Nikolá. Kiabálás volt, hogy ilyenek. Hát ott volt egy sérült ember, már hát ezt elmondtam nektek, srácok, bazdek, ott feküdt a csávó, teljesen eszméletlenül. Láttam, ki jött a mentő. De ott hagyták. Ja, mert lehet, hogy valami őslakó volt, mit tudom én. Hát ilyet. Jó van. Őslakókkal nem is foglalkozom. Mindjárt jövök. Itt az uraknak van motó, vagy? Hú, ezek valami bandatagok lesznek már early on. Visszhangzok? Hát az azért, mert visszahallottszodom mástól. De ez nem az én hibám, az nem tudok sok mindent kezdeni, srácok. Ide kell rakni, nem? Fú, csóri gyerek. Menjünk innen! Nem sikerül lerakni sajnos, úgyhogy ide rakom, csak az kész. Nem tudok jobbat. Full alap lada! Várjál már! Várjál már, van egy csávó, aki eladna egy ladát. Egy full... Hol van a Nikolá? Ez te vagy, Nikolá! Milyen szedbe vagy, tesó, én is átvedlek már, akkor várjál. Nyomogatod, hogy mi? Segítsetek már egy kicsit majd, pillanat. Szóval azt mondod, hogy a telefonban neked Riusként érkezett meg a kontakt. Da, nekem itt írja, mondom az neked, várja. Srácok, segítsetek már egy kicsikét, egyszer nem tudom ezt mind csinálni. Van ez a Twitteren, ez a John Taylor. Hogy mondjátok már a számot, hogy mi a száma, jó? Mondom, vagy mondjátok, amikor mondjam. Mondom, mikor mondjad. Oké, spa. Mondhatod? 5-ös, 3-as. Kiek? Igen. Tehát 5-5-3, da. 2-3. Igen. 0-0. 80. Kösz. Ja, látom, add el adat. Full a labba, ezért dolgok. Ja. Hát fi, ezer dolcsi. Hát most mennyi érzében? Ja, még lejjebb is. Amúgy mondom neki, figyelj. Szép jó napot! Halló? Halló? Látom, van hirdetve Zsiga. Igen, van. Meg lehet nézni? Jelentkeztek már rá? Már még nem jelentkeztek rá, most az a probléma, hogy munkából vagyok. Egy 10 perc múlva, hogyha visszahívom magát, az megfelel? Persze, hova menjek majd? A főpublikba, az megfelel magának? Tökéletes, akkor ott leszek, jó? A lila, North Face pulcsiba vagyok. Ben, visszhall. Alright, cső! Jaj.
Kolumbia. Na, 10 perc, 10 perc, dolgozzunk még. Mit ott? Cigizgettek? Hogyne, persze. Hát én is rágyújtok már. De úgy tudom, van nálad. Van egy csomó. Alatt se most derütkő, nem is jó van a nevem leírva. Mi nálam? Csak én nem tudom olvasni. Nem, hát itt mondja itt Nikola, hogy nem is Ruiz, hanem Rius. De egyébként Ruiznak hív mindenki. Én, figyelj, én úgy mentettelek el, ahogy mondtad, tehát hogy ugye nem a, nem a megosztásból, úgyhogy... Én nem tudom, mi változtat. Nem tudok olvasni. Nem olyan környékről származom, aztán így, ja. Hát figyelj, megváltoztat, de tudom szerkeszt, itt van, várjál. Hát jó, tudod szerkeszt? Akkor nyugodtan. Itt van, várjál. Hát Ruizra, da, hogy nem, most már jó. Most már elég elég. Valami kis alap orosz nyelvleckét, azt így adjál már. Á, Janyega, várjál, paruszki harasom. Aha. Ez igen. Ez jelent, annyit nem beszélek túl jól orosz. Értem. Kösz, hogy pont ezt osztod meg velünk, tesó. Mondjuk egyébként de nálunk igen, ez de. Még ugye jó. Na várjál, már most van full tuningos Lada, optikás. Adj azt a kú... Az már ezer egy! Az jobb, az ezer egy! Na, mi akkor mondjátok csak a számot. Mondogatom. Bocs, csak így a legegyszerűbb, mert amúgy halál. Hogyne. Várjál. Jöhet, da, pillanat, várjál, még ne. Hogy kezd törölni? Jó, 5-3. Da, utána 70-es. Da. 18-50. Da, ennyi, jó. Da. Hát akkor már bazdek ezzel egyszer. Azt le kell alkot, 900, aztán hello. Mehetünk is. Tisztelet. Érdekelne a full tuningos zsiga? Megvan még. Hát gondoltam, mert nagyjából 3 másperc volt kirakva. Hol tudom megnézni most? Publik. Fő publik? Aha. Megyek oda. Mi, ott vagy? Te is? Ja. Jó, akkor megyek. Cső. Geci. Na srácok, zsatar. Vissza majd, tess. Várjál, a Ruiz, hol van a Verdád? Ott van, jó, akkor menjünk a főpublikhoz, bocs, el tudsz dobni? Persze. Easy, mármint hogy izé, Nikola, jó. Ja, menj, nyet. Nyecka. Let's go. Publik. Aha, főpublik, ja. Okésban. De följövöm a másikat, hogy lemondjam. Okésban, nyomogatod. Mit tudom én, melyik volt az már. De hangosod a kocsi. Hello! Jó napot! Szia, én telefonáltam a zsiga miatt. Figyelj csak, most hirdettek meg egy full tuningosat $100-ra drágábban, úgy lehet inkább azt választom. Rendben. Ne haragudj, sorry. Köszi szépen azért, csöccső. Visszahall, szia. Kérlek. Lerakom. Ebben. Szia, Isti. Oké, ez még mindig megy. Mi volt az a vége? Szia, Isti. Hopp. Jaj. Na hát a... Hűha. Jaj, oda ne csapd. Vigyázok, én ne aggódj. Fú, Nikoláz, a kocsid, ez nagyon basszó, azt kell, hogy mondjam. Ha micsoda élet van itt, bazd meg. Itt aztán van. Ott a full tuningos. Óhóhó, jó uram. Na. Yo, what's up? Ez volna a full tuningos eladó zsiga? Jó napok. Én ma hamarabb rácsatlakoztam erre a ladára. Mikor hívtad fel? Te mikor hívtad fel? Felhívtad egyáltalán? Hát de én meg felhívtam telefonon, faszi. Akkor bocsú. Hát ne haragudj már, bazd meg. Nem? A tulajt kérdezem. Én velem beszéltél telefonon. Na, megnézem, muta. Jaj. Piros ladát? Ja, menjünk egy kört, jó? Kösz. Bocsánat, biztos úr, köszönöm. Nagyon pacek gépsárkányom. Aha. Mindjárt megnézzük. Hú, de rendben van. Hát. Miért adod el? Van nagyon sok autóm. Aha. Szeretted egyébként? Látom, rendben van. Legelső autó volt. Jó. Nagyon jó. Akkor favágó voltam. És ez full tuning, tehát itt motorilag full minden... Tuning. Helyen, nyugodtan bemertünk Brightba. Hova? Kérdezzük? Brightba. Ja, ne, elhiszem neked, csak kérdezem, beszélgetünk, vágod. Ja, jó van, persze, hogy ez... Drift az? Turbo is van benne. Ja, hallom. Optika, figyelj! Az nagyon baba. Figyelj, én ezt most így megvenném, mit szólsz? Álljunk ide félre, nem baj, bocs. Jelenleg adásvételi szerződés. Az nincs nálad?
Nem jelölök egy boltot. Jó, jó, jó. Azt állod te? Persze. Jaj, de jó, király. 30 dollár, tehát nem biztos. Hát fie, nekem azért még az is pénz. Aki a kicsit és nem becsülik. Mennyi egy ilyen Lada már amúgy? Mert hát... kiraktam 1000 év, vagy 1100 év, vagy 30-a hívtak. Aha, aha. Hát figyelj, előtted konkrétan volt egy srác, aki 1000 ért adott egy alapot. Tehát, hát, hogy... Figyelj, meg... nem akarom magamat vágni a fát, tehát néha 1001 ért akarom megvenni. Ja, úgyhogy... nem érdek annyira az a ja, jó, lehet. Jó, kiváló, figyelj. Nagyon jó. Te vagy az én emberem. Látom, jó megtámadtak ott a izé publikba. Már meg van szokva. Ja, azért mondtam, hogy az jácsi. Pacek, jaj, nem is jó, menj tovább. Tovább? Ja, jó. Itt az Edem Shopot. Itt vannak jó kaják is amúgy nagyon. Tényleg? Faszabolt, aha. Na jó, van, akkor meg fogom nézegetni, ja, még tovább, ugye? Itt. Aha, jó. Van faszarántot. Figyelj, kiszállok addig, nehogy azt hitt, hogy itt el akarom lopni, vagy valami. Vágom, van a feketékkel kapcsolatban egy ilyen előkép. Úgyhogy inkább nem. Is. Hát figyelj. Én német vagyok, úgyhogy. Húha, nagyon jó hangzik! Pont egy némettől veszek egy... Ez egy internacionális connection. Egy német embertől veszek egy orosz autót. Nincsen munka. Most viszi vissza. Jaj! Ne haragudj! Hát semmi. Csak volt munka, bazd meg, véletlenül csak megnyomtam. Köszönöm. Ez totál véletlen volt, sorry. Itt vagyok, bocsász. Semmi baj. Na, üljek be, vagy hogy megy ez? Nem, maradja itt mellettem, állj ide mellém. Annyi, hogy utalod gondolom, vagy KP-be adod, hogy akarod csinálni? Utalom, persze. Jó. Igen, Sumi, ezzel akarok beépülni a keleti blokkba, for sure. Írok egy nullás számlát, jó? Jó, nekem az töké, ahogy tetszik. Mi az úrnak a neve? Alan Jackson, jó. Aláírom, mindjárt adom magának. Okay. Jason Carter, Alan Jackson, ABG 23, az a rendszám, 24, ez eladó garanciát. Visszavír majd dobni fél publikba? Persze, hogy ne. Nagyon jó. Nagyon jó, király, átolvastam. Alá is firkantom itt. Paf, tessék. Okay, és akkor utalom, mi a bankszámlaszám? Tudja, bának mindjárt megnézem, várjon már. 380. Aztán később érdekli más autó? Mert van egy jó pár autóm. Hát majd ahogy összedem magam, valószínűleg igen. Jó, vannak ilyen 10.000 dollár és 20 és 50 és 100.000 és igazából van az, minden. Az jó hangzik. Jó, megnézegetem majd mindenképpen. Megjött jó, a pénz? Meg, köszi. Jó. Zsír! Erről van szó, baby! Ez most mi? Uha. Indítsa be először. Oké. Okay. Az még nem ilyen ilyen start gombos kulcsos még. Jaj. A szép. Srácok, én az egérrel kormányoztam. Pillanat, megnézem a izét. GPS-t. Jelölöm a térképet. Jó. Köszi. Nincs mit. Ha megállsz, húzod a kézit, akkor nagyon durván tud durrogni, hogyha nyomod a gáz közbe. Csak húz közbe a kézit. Aha! Hát azért. Aja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 j
az bajos, ugye? Szerintem ne szállj ki addig, tesó! Tisztelet! Tiszteletem! Szálljanak ki mindketten, hogyha kérhetem. Jóban szállok, van egy. Hú, bazeg, nincs jogsim! Azért már német vagyok. Tiszteletem, jó napot! Tiszteltem, biztos urak! Jöjjön velem akkor, másik urak. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Bemutatkoznék, Lorenzo Anderson vezérezetes vagyok, 8749-es jelvényszámon. Maga volt a sofőr, ha jól láttam, ugye? Üdvözlöm, így van! Jó, első körben szeretnék kérni egy személyigazolványt, illetve egy jogosítványt. Személyt tudok adni, jogosítványt sajnos nem.
Szóval jogosítvány nélkül vezet. Hát igazából technikai nem vezettem, biztos úr. Igazából itt az úr átadta nekem a kormányt, hogy próbáljam ki, milyen jól durog az autó. Tehát igazából csak beültem. Tudom, tehettük volna ezt a járda szélén is, de nem úgy történt. De átadom a személyt, azért adjak? Így van. Parancsoljam. Jó, ezt visszaadom és használja. Köszönöm. Úgy mutassa fel. Ja! Parancsoljon, uram. Jó, neve, születési dátuma. Ellen Jackson, 1991. május 3. Jó, nagyszerű, ezt visszaadom. Köszönöm. Legyen szíves nekem hátat fordítani, illetve feltenni a kezét, vörös fokozatra való tekintetre egy ruházat. Atya Isten, persze, persze. Hú, bazeg, van jointom is! Amúgy! De elvileg amerikai jogszabály, úgyhogy az legális. Jó, átvizsgálom itt a ruházatát, megnézem a cipőit egyesével, illetve a nadrágja szárait, annak zsebeit, első hátsó zsebeket beleértve, illetve megnézem itt a teljes felső ruházatát is, külső, belső zsebeket beleértve. Rendben. Kiforgatom itt a zsebeit is. Csinálja csak. Jó, találok egy gyújtót, cigarettát, ételt, italt. Telefon. Rendőr úr? Jó, nem találtam semmi illegálisat, leteheti a kezét, igen. Van egy olyan egy ajándékunk számukra, nézze! Húha! Nagyszerű. Jó, minél előbb csinálja meg a jogosítványt, hogyha vezetni szeretne, most csekket nem fog kapni, de erre figyeljen oda tovább. Rendben, mindenképpen elnézést, biztos úr. Köszönöm. Jó, itt minden rendben volt? Pozitív, minden rendben volt. Jó, tovább jó utat akkor. Köszönjük szépen. Viszlát, uraim. Jó utat, viszlát. Na, akkor én a jobb egybe ülök. Nem dohányzó az autó, ugye? Úgy tudom. Tessék? Nem dohányzó az autó. Nem, valóban nem. Vagy már nem, ahogy tetszik. Nem volt sosem az. Nincsen jogosítványa, vagy mi a nincsen, fogja? Nincsen, dehogy van, szartam bele. Úgyhogy azzal, azt dumáltam ki, hogy igazából csak átadtad a kocsit, hogy próbáljam ki, hogy milyen jó durog. Úgyhogy... Nyilván... Várj, hogy kellemet lehet, hogy bosszanak. Dehogy is, figyelj, én voltam, én ültem a... Jézus Mária. Parom. Én ültem a volán mögött, tehát ez én felelősségem, úgyhogy nehogy azt hidd. Dudát majd lecserélted, nekem ez szimpi volt. Ó, figyelj, az már részletkérdés. Az már részletkérdés. Akkor jó. Igazából, hogyha majd akarod a külsőt változtatni, ilyen 50 meg 100 dollár per elem, úgyhogy nem vészes semmi. Ó, az nagyon jó. Hát a hátsó szárny lehet, hogy lekerül majd. Nem tudom, hogy ilyen... Úristen, minek hívják azt? Ilyen mafia grill? Vagy minek tudod, a hátsó ablakra van-e ilyesmi? Olyat van. Mindenképpen akarok rádúrantani, majd meglátjuk. Nem, akkor is hátsodom, jó? Jó, köszönöm szépen. Benne hagyom. Köszi. Aztán további kellemes délutánt. Köszönöm neked is, ciao. Köszi szépen. Ciao. Hello. Szevasz, Ruiz. Na szevasz, tesó, hallod? Merre vagy? Minden figyelj, persze, azok a zsekák megfogtak minket, mert ugye nincs jogsim, bazd meg, aztán vettem a kocsit, de jó, kidumáltam magam, úgyhogy fasza volt. Megvan a verda amúgy. Na, mennyibe? Figyelj, hát nem alkudtam már, olyan olcsó volt, hanem 1001-be végül. Teljesen jó. Jó, akkor nincsen semmi baj, mert itt Nikolával itt egészen alkudtunk már. Ja, nem kell. Easy. Jó, most srácok, szerintem én lépek a városból, elrakom a verdát, aztán akkor majd úgyis dumálunk, mert számotok megvan. Jó van. Easy. Jó van, na kösz, hogy hívtál. Cső. Szevasz. Na jó van. Közben kaptam ilyen karthalakat, meg én mit tudom én mit. Hogy kell itt lerakni az autót? Várjál már. Nagyra cse!
Itt valahol? Nem, ott adják le, jó? Skyline full tuning. Jaj, tesó. Uram, segítek? Ott kell. Ott annál. Ja, már kitaláltam, csak itt nagy a forgalom. Köszi. Aha. Yeah. Ó, szevasz Nikolá! Megvan a lada! Na szevasztok srácok! Megvan a verda, ja. Mi tartott ennyi ideig ma? Figyelj, megfogtak a büdözsek, mármint hogy az urak megfogtak engem, vágod, aztán ennyi. Igazoltatás volt, semmi baj nem volt az égvilágon. Ja, értem, bevágom. Persze, úgyhogy easy volt. Ja, minden okés volt. Persze, hál' Istennek, úgyhogy megvan. Jó napot, biztos urak! Tisztelet. Tisztelet. Kedves rendőrök. Azt mondtam, hogy rendőr, az urak. Rendőr urak, azt mondtam, uram. Több ilyet nem szeretnék hallani, jó? De ne! A kedves rendőr urakat? Hát akkor... Nem, előtte valami mást hallottam. De hát én nem mondtam az égvilágon ki semmit, uram. Na jó, van, uraim, viszont látás. Nem nagyon mondott, hogy semmit sem. Már visszlát, uraim. Viszont látás. Szervusztok. Jó, Istenem! Na megvan még uradó? Érdekes. Érdekes. Érdekes, maradjunk annyiba, érdekes. Ja, de srácok, viszont én lépek, ne aggódjatok, kocolok. Jó van. Kocolok, megyek pihenni, mert hulla vagyok, bazzek, ez a meló, ez most megölt eléggé. Uram, de legalább van kocsi. Elnézést, igen. Nem maga hívott engem a ladával kapcsolatba. Lehet, nem tudom, így hang alapján nem ismerem meg, nem tudom, igen, lehet. Megvettem már egy, mert azt mondtam telefonba, tudod, hogy... Igen, azt mondtam. Ja, úgyhogy sajnos már tájtalan. Ja, jó, rendben. Ja, de köszi szépen. Szép. Neked is, hello. Viszlát. Ja, úgyhogy srácok, tényleg koccolok, szevasztok. A telefonszámotok megvan, aztán majd még koccanunk. Jó van, mi van, szólogassal. Easy. Na jó van, szevasztok srácok. Szevasztok. Hello. Peace! Peace out. Aj, srácok, kurva kemény bazdok, ez a rendőrökkel, ez asztanod! Na jó. Ez it was something, srácok. Ja. Na, srácok, úgyhogy 3-4, 2 órája megy a stream, igazából én mára ezt terveztem, érted, nem is terveztem pontosabban semmi, de azt a rohadt élben, mert nagyon jó a taxik, tényleg. Mua. Le a kalappal, kurva jó. Srácok, nagyon szépen köszönöm, látom, itt olyan subgiftek jöttek, hogy megőrülsz. Úristen, ki, nem is tudom visszakövetni, annyi minden történt itt, volt egy Tamás nevű úr, azt hiszem, az biztos, aki igen, Gyugel Tamás 20 gift, azt a mindenit, nem vagy semmi, és aztán még 5, csak így mondom, hogy köszönöm szépen, illetve az új tagoknak is, srácok, tényleg Szadavlog, Török Márk, úristen, sokan vagytok, de Török Márk már 2 hónapja, de mindegy is. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy bizalmat szavaztatok nekem, és hogy eljöttetek erre a streamre. Nagyon sokan voltunk, hatalmas pacsi, kibaszottul jól éreztem magam, tényleg baromi régen voltunk már ennyien, és nagyon komoly energia volt az egész. Tehát azért ilyenkor nyilván az ember is máshogy áll hozzá, jobban fel van spanolva, úgyhogy nagyon adtam, nagyon király volt. Martin, köszönöm szépen, hogy kezelted a csetet, látom, hogy volt melód bőven, ez sajnos ilyen lesz, úgy néz ki. Még egyszer mondom, elő fog fordulni, hogy szerintem javarész streamek lesznek ezek az RP-k, de lesznek videók is, és a videókat igyekszem majd ugye nyilván úgy megcsinálni, hogy a tagoknak egy nappal korábban early access-be érkezzenek a cuccok. Tervek vannak, nem tudom, hogy melyik tervből mi fog majd megvalósulni, remélem, hogy minél több ilyen szituáció tud létrejönni majd. Alapból ez a két srác, akikkel most megismerkedtem, nagyon jó, hogy ez megtörtént, legalább van kivel elindulni, a jövőben tervezgetni bármi. Tényleg nem akarom lelőni a poént, hogy mi az elképzelésid, de valami olyasmit szeretnék megint csinálni, ami mondjuk máshol nem sűrűn van. Úgyhogy hatalmas pacsi nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy... néztétek, írtátok, láttam, hogy jókat nevetetek, szóval tényleg remélem, hogy jól tudtátok érezni magatokat. Ugye Amfidex is csatornára ma kiment egy podcast beszélgetés, mindenképpen nézzétek meg, valamint gameplayek érkezni fognak folyamatosan, tehát idén is nyilván főcsatornára most még nincs felvéve semmi, de oda is alakulgatnak dolgok, úgyhogy ezt a 24-es évet igyekszem megnyomni nektek minél inkább. Aztán persze ember tervez, Isten végez, nem mintha hívő ember lennék, de ezt szokták mondani. Tényleg, szóval egy szónak is száz a vége. Sziasztok, köszönöm szépen, jöhet az out.
Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á